Beszerics Tamás vagyok, most éppen európai parlamenti képviselő az LMP képviseletében. December 17-e, 18-a van a 2017. évben, és november. Kicsit. Nem, november 17-e, igen. És ez itt az Ökopolis rendezvénye. Meg volt a rendes bemutatkozás? Köszönöm szépen. Szóval azért nem készültem én egy ilyen rendes nagy előadással, mert ennél kevés szerteágazóbb témát tudok a saját hát ilyen érdeklődési körömből, mint amit meghatározásra került. Úgyhogy ez legalább 3-4 különböző téma, ebben nem mindegyikbe fogok belevágni, de azt szeretném, hogyha ilyen kis blokkokban már menet közben is kérdeznétek, meg reagálnátok. Egyrészt én arra vagyok kiképezve egyetemi oktatóként normális esetben, hogy tetszőleges mondatot félbeszakítás után tudjak folytatni. Azért fizettek 20 éven keresztül, hogy erre képes legyek, úgyhogy ezt szerintem ez most is megtartottam ezt a tulajdonságomat. Tehát bárkinek kérdése, hozzáfűzni valója, nem ért valamit, nem világos egy fogalom, nem világos, hogy hova megy ez az egész, ez nyugodtan menet közben, nem kell megvárni a végét. Ez azért is jó nekem, mert itt valószínűleg különböző háttérrel érkeztetek, úgyhogy lesz, akinek triviálisat mondok, lesz, akinek meg újat. És ez nehéz úgy belőni, úgyhogy nem ismerlek benneteket, hogy mi az a szint, ahonnan ezt el kell kezdeni, meg el kell magyarázni. Na, Szabi megnyugtatott, hogy az ökopolitika tág értelmezése szerint fogunk eljárni. Ez két okból fontos nekem. Egyrészt azért, mert ha az ökopolitikát csak a környezetpolitikára szűkítjük, akkor egyszerűen nem én vagyok a jó előadó. Tehát akkor nálam sokkal jobb emberek vannak, akik kifejezetten környezetpolitikáról tudnak hosszasan beszélni. Másrészt, ha az ökopolitikát leszűkítjük a környezetpolitikára, akkor nem világos, hogy ez miben különbözik a 20-25-30 évvel ezelőtti klasszikus környezetvédelmi, hát civil mozgalmi világtól, pedig különbözik. Lényegesen különbözik ma már. Ennek nem csak előnye van, ennek hátránya is van, majd erre is ki fogok térni, hogy ezzel, tehát miért nem mindig akkora nagy szerencse az, hogy az ökopolitikát tágan értelmezve mindenre van valamiféle vonatkozása. Ugye én 2014 hivatalosan júliusa óta, akkor tettem le az esküt, az LMP képviselője vagyok az Európai Parlamentben, a zöld frakcióban ülök, a zöld és Európai Szabad Szövetség, European Free Alliance. Ezek kis regionalista pártoknak a képviselő közös frakciót alkotnak, ami meglepően jól működik egyébként, vagy ha érdekel titeket, hogyha van erre vonatkozó kérdés, akkor erről is tudok mesélni. Előtte én a Közép-Európai Egyetemen tanítottam végestelen végig politikatudományi tanszéken sok mindenfélét. Konkrétan európai politikát nem, mert az egy másik tanszéken működött, ott betanítottam bizonyos kurzusokba, de hát elég sokat fel kellett szednem menet közben az európai intézmények és európai politikából is. Ezzel együtt most nem szeretnék egy bevezetés az EU-ba első órát megtartani, mert ezen gondolom mindannyian valamilyen formában túlestetek. De mégiscsak valamit kell mondani arról, hogy mik ezek az intézmények, meg hogyan működnek. Ezt azért kell szerintem most az elején tisztázni, mert később szeretnék oda eljutni, hogy mi az, amiben ezeknek szerintem muszáj megváltozni ahhoz, hogy ez egy életképes rendszer maradjon. Ugye kezdjük ott, hogy van a három nagy intézménye az Európai Uniónak, ebből az egyik az Európai Parlament, a másik a bizottság, a harmadik az Európai Tanács. Gondolom ennek azért nagyjából a funkcióival úgy talán tisztában vagytok, az Európai Bizottság az, ami hát többé-kevésbé a végrehajtó hatalomhoz szokás sorolni. Egy szövetségi államban, egy olyan szerkezetben ez lenne a szövetségi végrehajtó hatalom, a kormányzat magyarul. Az Európai Parlament az hivatalosan ugye a törvényhozásnak felelne meg részben, erről is akkor még kitérek mindjárt. És az Európai Tanács pedig egy ilyen
Hát ez egy bizonytalan sajátos valami, hogy az hova juthat, és mi lehet belőle hosszú távon, az még egy nyitott kérdés. Ugye az Európai Tanácsban a tagállamok miniszterelnöke államfői függően attól, hogy hol melyik a végrehajtó hatalom feje, foglalnak helyet, és az európai szintű törvényhozási folyamatban ugye együttdöntésben vesznek részt az Európai Parlamenttel közösen. Tehát részben törvényhozó, részben utasításokat, ajánlásokat, felhívásokat tesz közé, ami a végrehajtó hatalmat, a bizottságot hol kötelezi, hol nem kötelezi, ez egy másik kérdés. És hát részben foglalkozik olyan ügyekkel, amik inkább tagállami kompetenciának számítanak. Ez egy fontos, állandóan vitatott, most is vitatott, magyar kormány által rendszeresen vitatott kérdése az EU-nak, hogy pontosan mik azok a területek, amik tagállami kompetenciában vannak, és mik azok a területek, amik hát uniós szintű kompetenciát jelentenek. Ezt ilyen nagyon bonyolult ábrákkal szokás szemléltetni, ez sokat változott a 90-es évek elején óta, amikor először megfogalmazták azt, hogy ezt hogyan is kell felbontani. A lényeg az most annyiban egyszerűsíteném le, hogy két terület kivételével, az egyik a halászati jogok kérdése. Az a klasszikus terület, a halászati jog, ami teljesen uniós kompetencia. Ott a tagállamoknak semmiféle beleszólása nincsen, se a szabályozásba, se az egyéb részletügyekbe, az mind uniós szinten történik. És hát olyan terület talán nincs is, ami csak is és kizárólag tagállami kompetencia, amiben az égvilágon semmiféle beleszólása nincsen az EU-nak, de leginkább még talán a belső intézményi rendszer számít ilyennek. Tehát elvileg választási rendszerben nem szól bele az Európai Unió. Ez sem teljesen igaz, mert azért választási rendszerek bizonyos esetben sérthetik az EU-s alapértékek valamelyikét, és akkor véleményt szoktak mondani ezek az intézmények, a magyar esetben is történt ilyen. De minden esetre olyan kompetenciája nincsen az EU-nak, hogy ebben bármit kikényszerítsen, vagy bármi ilyesmit tegyen. Minden más politikai területesek? Én már korábban szerettem volna kérdezni, és akkor most megragadnám az alkalmat, hogy ugye tegnap volt Göteborgban a csúcsszalátról, és olvastam, hogy akkor én is tudja ez igen, én azt, bocsánat, aki nem volt még itt, én szeretném, ha tegeződnénk oktatóként, és azt kedveltem inkább, hogy nagyon kínos tud lenni a magázódás. Hogy mondtad, hogy nem értesz egyet azzal, hogy a szociálpolitika tagállami hatáskör legyen, mert hogy nehogy fölvegyél. Mert hogy milyen negatív következményei lennének, és hogy erről lehetne részletesebben beszélni? Hogy ez most teljesen ide fog vágni. Tehát például a magyar kormány előszeretettel állítja azt, hogy a szociálpolitika úgy, ahogy van, tagállami hatáskör és kész. És hogy ellen kell állni minden olyan kísérletnek, ami ezt tagállami hatáskörben európai szintre emeli, mert ez csorbítja az ország szuverenitását. Hát egyrészt nem így van. Tehát ez is, a szociálpolitika is, mint egy csomó más terület, olyan, hogy van olyan része, van olyan eleme, ami uniós kompetencia, van olyan része, van olyan eleme, ami tagállami kompetencia, és van olyan, ami egyébként alacsonyabb szintű kompetencia valójában. És itt kinyitok egy zárójelet, nem azért, hogy kikerüljem a kérdést, ide oda fogok visszatérni, de ez egy viszonylag fontos zárójel. Azt, hogy mi hova tartozik, azt ilyen politikai alkudozásokon és alkotmányozási játszadozásokon kívül elvileg egy fontos elv szabályozná. Ez lenne ez a csúnya, ezvetős szubszidiaritás elve, ami még véletlenül sem azt mondja ki, mint mondjuk az amerikai föderális rendszerben, hogy ami nem szövetségi, az az amerikai változat, ami nem szövetségi kompetencia, az tagállami kompetencia, kész. Hanem azt mondja ki, hogy mindent olyan szinten, olyan szintre kell hozni a döntéshozást, ami a legközelebb van a választókhoz, és még hatékonyan lehet dönteni benne. Ez egy egyébként régi katolikus intézményi elv valójában, ezt onnan vették át még német keresztény demokrata kezdeményezés egyébként. Tehát ez erre a területre is érvényes. Ennek is van olyan része, ami teljesen nyilvánvalóan Európai Uniós hatáskör. Ilyen például a szociálpolitikának az a fele, amikor
az egyik tagállamból a másikba átkerülő munkavállalók vagy útközben levők és az ő jogaik, kötelezettségeik, ellátásuk. Ez ugye azért egyértelműen uniós hatáskör, mert az egyik tagállam a másik tagállamra nézve nem hozhat semmiféle döntést arra, hogy ott mi történjen, vagy mi nem. Tehát ez mondjuk teljesen világos, hogy ennek ott kell lennie. De van ezen kívül is olyan eleme a szociálpolitikának, amit hagyományosan a szociálpolitikába szoktak belerakni, ami szintén uniós hatáskör. Ilyen például a munkahelyi biztonság szabályozás. Ennek a minimum kritériumait az Európai Unió direktívában határozza meg. És egy csomó ilyen terület van még, mind a munkaügy, mind a szociálpolitika területén, aminek minimum kritériumait meghatározhatja az Európai Unió különböző okokból. Van természetesen olyan része, ami tagállami kompetencia. Ezeket is meg lehet ilyen taxonómia szerint meg lehet próbálni felsorolni. Az lesz a baj, hogy ez sosem a címkéken múlik. Tehát ez nem úgy van felosztva, hogy van egy ilyen szakpolitikai terület, ami mondjuk egy minisztériumi főosztálynak felel meg, és az uniós, az tagállami hatáskör, és akkor van egy olyan, ami meg egy másik főosztály, az meg uniós hatáskör. Ez sajnos nem így működik. Ez bonyolult jogi probléma egyébként, ezen EU-s jogászok szoktak agyalni, hogy akkor pontosan mit szabályozhat az EU, mit nem szabályozhat az EU. De nem is csak az a kérdés, hogy mit szabályozhat, nyilván ez a legfontosabb kérdés, mert arra valóban a magyar kormánynak minimális mára befolyása, mert azzal, hogy ragaszkodik a tagállami szuverenitás mindenek fölöttiségéhez, ezzel viszonylag gyorsan kijátszotta magát abból a körből, ahol értelmes kompromisszumokat szeretnek vele kötni. Mert nincs miről a kompromisszumot kötni. Úgyhogy vannak azok a területek, amiket nem szabályoz közvetlenül az Európai Unió, tehát nem ad ki direktívákat, kötelező érvényű európai jogot, amit egyszerűen végre kell hajtani kötelezően a tagállamnak. Ha nem hajtják végre, akkor jön a kötelességszegési eljárás. Magyarország esetében van folyamatban vagy 200 ilyen. Talán ezzel nem a csúcstartó, de elég előkelő helyen van kötelességszegési eljárásokban. Hanem vannak olyan is, vannak olyan területek is, ahol az Európai Unió mondjuk hosszú távú célokat, küszöbértékeket, elérendő célszámokat fogalmaz meg. Ennek általában az elsődleges célja az az, hogy a gazdasági konvergencia mellett, ami nem volt a legsikeresebb vállalkozása eddig sem az Európai Uniónak, talán a szociális konvergenciára is kéne valami figyelmet fordítani, és ez általában célszámokat szoktak felső. Ezek nem kötelező érvényűek abban az értelemben, hogy kikényszeríthető, és ha nem történik meg, akkor kötelezettségszegési eljárás. De általában bele kell építeni az adott a tagállamoknak a különböző ilyen típusú programjaiba hosszú távú célként. És aztán vannak olyan területek is, ahol egyszerűen a tagállamokban különböző jó gyakorlatok megosztása és összehangolása zajlik. Hogy ez most például egy ilyesmit, azt milyen kompetenciának látunk, azt szerintem teljesen fölösleges vitatkozni. Tehát ezek azok a tipikusan értelmetlen viták, amik a végén odajuk adnak, hogy mindenről el kell dönteni, hogy ez több Európa vagy kevesebb Európa. Fene tudja. És megmondom őszintén, nem is érdekel. Tehát ez abszolút nem érdekes. A kedvenc példám az nem szociálpolitikai, onnan is lehetne mondani, de mondjuk az oktatáspolitikában én azt simán el tudnám képzelni, nem így van ebben a pillanatban, ezt simán el tudnám képzelni, hogy a közoktatás alapszintjét Európai Uniós finanszírozásból végzik, ugyanennek a tantervi keret előírásait a tagállam saját maga határozza meg minden mástól függetlenül, és egyébként pedig az adminisztratív részét önkormányzati szinten intézik. Ez most több Európa vagy kevesebb Európa? Hát a fenét érdekli, hogy ez több Európa vagy kevesebb Európa. Ez jó, én azt gondolom, ez jó eséllyel egy értelmesebb megoldás, mint ami pillanatnyilag az oktatáspolitikában érvényesül. Nyilván nincs kétségem egy pillanat is, hogy erre mit mondaná a magyar kormány. Tehát ez egy lázár inform, ez azt jelenteni, hogy már megint Magyarországot vette célba az Európai Unió, és azért büntetik, mert nem hajlandó a soros tervet végrehajtani. Ma is egy ilyen sajtótájékoztatót fog tartani, mert nyilván elő fog kerülni valamelyik sajtóképviselőtől, hogy hogyan hajtott végre a soros tervet. De ettől függetlenül is ez amúgy
azért nem szeretném elbagatelizálni, mert ez egy fontos kérdés. Tehát az egyébként fontos kérdés, hogy ezek a kompetenciák hogyan oszlanak meg. Csak ezt szerintem nem úgy érdemes nézni, hogy miből lesz több Európa, meg miből lesz kevesebb Európa, meg mi vezet kikerülhetetlenül valami föderális szerkezethez, és mi nem, hanem szakpolitikai területenként, hogy minek van értelme, és minek nincs, és pontosan a szubszidiaritás elvének megfelelően, hogy mi az, amit egyszerűen értelmesebb közösségi szinten szabályozni, vagy akár finanszírozni, és mi az, amit értelmesebb alacsonyan szinten szabályozni, vagy finanszírozni. Klasszikusan egyébként a környezettel kapcsolatos szakpolitikák, ezek nem csak környezetvédelmi természetű, ebben klímapolitikától, energiapolitikán keresztül minden bele tartozott már a 90-es évek elején is. Ezeknél lehet látni, hogy azt nem nagyon értelmes dolog tagállami szinten szabályozni. Egyszerűen azért, mert a probléma természete nem olyan, hogy az tiszteletben tartaná a határokat, és az megállna, különösen egy integrált európai gazdaságban. Ez egy magasan integrált gazdaság, nem konvergál, nem azonos a teljesítménye, de nagyon magas szinten integrált. Hogy milyen az energiatermelés és fogyasztás Németországban, az befolyásolja a román életszínvonalat például. Ez eredetileg a legkevésbé sem tartozott az Európai Uniós kompetenciák közé. Ez bizonyos értelemben a zöldek sikertörténete, hogy ezt sikerült arra szintre emelni. Részben azért, mert voltak olyan nemzetközi egyezmények, amiket ki lehetett harcolni, hogy az egyszerűen igazodjon hozzá az Európai Unió. És ha mindenki aláírja az Aarhusi Egyezményt, akkor ez nyilvánvalóan megfelel egy Európai Uniós szabályozásnak is. Tehát ez egy zöld sikertörténet, erre még visszatérek, de ezt most nem azért mondtam el, hogy a zöldeket dicsérjem, hanem hogy vannak olyan területek, amiben azért történik ilyen fajta előrehaladás, nem azért, mert föderalisták ülnek itt vagy ott, hanem mert egyszerűen logikusabb, hogy ott legyen, hogy Európai Uniós szinten legyen a szabályozás. Én azt gondolom, visszatérve ez a göteborgi csúcshoz, én azt gondolom, hogy az európai szociálpolitikai kezdeményezéseknek is pontosan az a lényege, hogy több értelme van ennek egy csomó részét európai szinten szabályozni, vagy akár finanszírozni. Egész egyszerűen azért, mert jó, hát ez egy populista duma lesz, de ott is kénytelen voltam elmondani, mert mással nem lehet ezt könnyen megvilágítani. Rábízhatjuk a tagállamokra, hogy mi legyen a minimálbér. Simán, minden további nélkül. Csak ebből az lesz, hogy Közép-Kelet-Európában és Dél-Kelet-Európában a minimálbér tényleg szó szerint éhezési bér. A cseh minimálbér, pedig a cseh elég jól állnak gazdaságilag, és hagyományosan jól teljesítettek ebből a szempontból, 420 euró. Az a cseh életszínvonal mellett az valóban éhezési bérnek számít. Abból el kell döntened, hogy a lakbért fizeted ki, vagy kaját veszel. És egyébként ez így van pillanatnyilag a magyar minimálbérrel is, ha csak nincs egy saját kiskerted a háttérben, egy családi gazdaság, amiben az élelmiszer nagyobbik részét meg tud termelni. Szóval ezt rá lehet bízni a tagállamokra. Csak annak az lesz a következménye, hogy ilyen lefelé szorító bérverseny alakul ki, mert ugye a versenyképességet meg a gazdasági növekedést azt mindenki szeretné, és ezekben az országokban mindig a kézenfekvő megoldás a gazdasági versenyképesség növelésére, alacsony bérek és alacsony társasági adó. Hát, ha a vállalati adókat alacsony szinten tartjuk meg a béreket, és akkor lesz itt beruházás dögivel. Ennek az a nagy hátránya, hogy ez ugyan a gazdasági konvergenciához ezeken a nagyon elvont GDP szinteken még akár hozzá is járulhat, miközben a társadalmat meg szétfeszíti. És ez nem csak azért érdekes európai szinten, mert hogy ez erkölcstelen, én azt gondolom, hogy az. Nem csak azért érdekes, mert azoknak az embereknek is csak egy szem gyúkszaros életük van, akik ezekben ezeket a munkákat végzik, és az ő életük se érhet kevesebbet, mint bárki másik. Ez is így van, de nem csak ezért,
hanem azért, mert ez egy az egyben előidézi azt, amiről egyébként meg Nyugat-Európa hangos, hogy nem kéne már több kelet-európai munkavállaló náluk. Ha nem akarunk odáig eljutni, hogy az egésznek az alapjait adjuk fel, és azt mondjuk, hogy ja, egyébként a határokat meg lezárjuk, de még mindig Európai Uniónak hívnak minket, akkor erre az egyetlen megoldás az, hogy valamit ebből közösségi szinten kell tudni meghatározni, végrehajtani, netán finanszírozni is. Robert Fico, aki nem különösebben a, hát a lendületes, komoly, progresszív politikusok között nem nagyon ott tartják egyébként számon, olyan beszédet tartott ott 3 percben az én panelemben, amiben követelte az európai minimálbér mi hamarabbi bevezet, stb. Tehát végigmondott egy ilyen teljesen föderalista listát. És hát közben a szeme sem rendbent. Más kérdés, hogy Szlovákiában, amikor a korábbi kormányzás alatt mi történt és mi nem ebben az ügyben, de kétségtelen, hogy ezt megérezte, hogy lehet, hogy ez a politikai kifizetődött neki. Nem mondta el nagyvarra a Göteborgban, hogy már pedig a szlovák modellnél jobb. A világon nincsen, mi pontosan ezt akarjuk, és csak ezt akarjuk, és soha semmi mást. Ilyet csak a magyar miniszterelnök itt mondani. Ezzel befejeztem a sajtótájékoztató megerőlegezését. Ez válasz volt valamennyire a kérdésedre? Én még annyira mindig nem értem, hogy miért csökkennének a minimálbérek, hogyha tagállami hatáskör lenne a szociálpolitika. Hogy miért csökkennének? Igen. Mert tagállami hatáskör a minimálbér. Most de hogyha az ellen beszéltél, hogy ne legyen, az igen, nem. Igen, mert a tagállami hatáskörből az következik, hogy Európa nem kicsi részén a minimálbér az égbér. A szó szoros értelmében. De hogyha meg az EU kiszavegyességes minimálbért, akkor azzal meg nem veszi figyelembe, hogy jó, lehet, hogy a belgáknál ez a minimálbér az nagyon jó, náluk már túl sok lenne. Vagy ez így igaz. Szóval ez így igaz. Sem értem. De erre van megoldás. Ez nem egy triviális kérdés persze, de menjünk ebbe az irányba. Van megoldás, ezt úgy hívják, hogy nem tudom ennek mi a hivatalos magyar neve, elnézést, ezt living wage calculation-nek hívják. Ki lehet számolni, hogy mi az a megélhetési bér, ami az a megélhetési költség, amiben nem csak és kizárólag a létfenntartás van benne, hanem mondjuk a lakhatás, meg ezen kívül még a társadalmi integráció minimumához szükséges egyéb kiadások. Ez alapjövedelem. Kultúrafogyasztás. Ne, ez nem az alapjövedelem. Az más. Ez egyszerűen egy számítás arról, ami nem is kell, hogy tagállami szintű legyen, ez teljesen regionális vagy akár helyi szintű lehet. Meg lehet mondani, hogy egy ilyen és ilyen tipikus családnak mennyibe kerül az, hogy fönntartsa az életét, kifizesse a lakhatási költségeit, és minimálisan a társadalmi integrációban is részt tudjon venni, iskolába járathassa a gyerekeket, ne adj Isten könyvet tudjon venni havonta egyszer. Ezt ki lehet számolni, ennek megvan a módszertanak, ezzel az égvilágon semmi baj nincsen, ez egy teljesen korrekt szakmai komplexum, ami rendelkezésre áll. Egyszerűen annyit kéne és lehetne csinálni, hogy ehhez kell hozzákötni, európai szinten kötelezővé kellene tenni, ehhez legyen kötve a minimálbér, kész. Ez megőrzi egyébként azt a különbséget, ez nem fogja önmagában bezárni azt az ollót, ami az országok között van, de azt a szörnyű politikai, olcsó politikai gyakorlatot megszünteti, hogy az alacsony bérekkel versenyezzenek egymással ezek a tagállamok. Ez se volt meg mindent, mert például a magyar esetben a közmunkának a javadalmazása az a magyar kormány az ragaszkodik ahhoz, hogy az valójában bérjellegű, de egyébként meg nem bérjellegű. Nem is vonatkozik rá természetesen a minimálbér. Ezt nem tudom, tudjátok, hogy átlagban mennyi. Igen. Na most abból csak kaját próbáljon megvenni valaki egy hónapban. És akkor még nem lakott. Tegyük fel, hogy dohányzik. Tehát ez körülbelül annyiba kerül egy átlag dohányosnak az egyhavi dohányzása. Ez nincs Tehát rábízhatjuk ezt a tagállamokra, csak ilyenek jönnek ki belőle.
sem mondom, hogy amúgy a lakhatás kérdés az, bocsánat, a szagállami kérdés amúgy, vagy abba is van egy minimális beleszólása. Hát az európai emberi jogok kartájában szerepel a lakhatáshoz való jog. Hogy akkor ez most mi, hogy ez most európai szintű, vagy nem szabályozás, vagy nem európai szintű, ez a jog szerepel benne, amit minden tagállam magára nézve kötelezőnek fogad el. Ennek mindenki tagja, a britek nem voltak, ők már kiléptek. Mindenki más ezt aláírta. Magyarországi helyzetet nézve nem úgy tűnik, hogy jogunk lenne. Na, hát részben erről szól az európai szociális pillér, hogy mi lesz belőle, azt én még nem tudom, tehát azt most erre igazi jóslatokat nem tudok tenni. Lehet, hogy ez a göteborgi találkozó egy nagyon fontos fordulópont volt, és lehet az is, hogy teljesen fölösleges szócsiklés volt. Ez körülbelül a következő fél-egy évben fog kiderülni. És akkor ezek mindenképp jöttek fél Orbánnak az érvelésével, hogy miért nem kéne a szociális... Ezt a mindadás körben, mert így az jött le a beszédből is, hogy hasonló gondolkodtak erről. Úristen, akkor valami baj történt. Nem. És arról mit gondolsz, amit ő mondott? Hogy a... Hogy a magyar, munkásország, vagy a munkaalapú társadalom az a tökéletes megoldás, Magyarországon ez tökéletesen működik. Meg hogy ez csak a szegények rovására a gazdagokban már hagyja a vizet, meg hogy azok az országok, akik kevés segélyt juttatnak az állampolgároknak, azokkal nem tudom, ők járnak róla, Hát szerencsére nem ugyanabban a panelban ültünk, tehát ez egy megkönnyítette a helyzetemet, és megmondom őszintén, nem volt türelmem végignézni a teljes hozzászólást. De nem, alapvetően nem értünk egyet abban, hogy mit csinál ő Magyarországon. Engem az nem érdekel, hogy ebben a beszédben mi hangzik el arról, hogy miért jó a magyar szociálpolitikai rendszer. Egyszerűen nem az van, mint amiről beszél. Hanem van egy 52 ezeres átlagú, nem tudjuk, hogy micsoda, hogy ez bér, vagy szociális juttatás, vagy mi a fene, mert ez direkt nincs így pontosan meghatározva, tele van. Tehát ezekben a részletekben mindegyikben külön-külön bele lehet menni, és akkor végre lehet nézni azokat a gyakorlatokat, hogy ez hogy zajlik Magyarországon a valóságban. És hát ez a fajta vérvalóság az, hogy ezek a szerencsétlen közmunkások ki vannak adva a helyi erős embereknek kvázi rabszolgamunkában. Akivel velük műveltetik a földjeiket például, egy birtokosok, minden különösebb költség nekül, nekik ez egy fillérjükbe nem kerül, nekik termel jövedelmet, és egyébként meg az önkormányzat kifizeti ezt az égbért. Cserébe ezeknek az embereknek semmiféle munkajogi védelme nincsen, akkor mennek, amikor hívják őket, ha háromszor mennek, akkor utána nem lesznek jogosultak egy darabig a szolgáltatásra, van olyan önkormányzat, ahol egyszer se lehet kimaradni. Onnantól kezdve, hogy kirakták őket a mezőre, az önkormányzat oda se néz, ott a közvetlen munkafelügyelő dönti el, hogy mi az ő munkájuk, és mit kapnak-e enni, vagy kapnak-e inni ezeket az apróságokat. Na most hát, ha ez a sikeres szociálpolitika, ami megteremti a munkaalapú társadalmat, akkor rendben van, akkor mosom kezeimet, akkor Orbán Viktornak igaza van, de hát az a baj, hogy nekem ezzel nem minden zsigerem tiltakozik. Még akkor is, hogyha az igaz, hogy a munkaerőpiacnak erre a részére bevezettek olyanokat, akik korábban mind munkanélküliek voltak. Csak hogyha ez a rendszer úgy van kitalálva, ilyen munkaalapú társadalomban, akár egy közmunkarendszer, ami bizonyos körülmények között még akár jól is működhetne. De ha úgy van kitalálva, hogy onnan aztán a végképp semmiféle kitörése nincsen sehova, mert abból megtakarítani egy fillért sem fogsz, mert élni sem lehet belőle. Nem nyújt neked semmiféle képesítést menet közben, nem fogsz be, semmiféle más munkára nem leszel később sem alkalmas, még csak betanított munkára sem, azzal, hogy ezekben részt veszel. Ha nagy szerencséd van, akkor bekerülhetsz, mit tudom én, karbantartó műhelyekbe, mert ügyes vagy technikailag. És akkor ott egy kicsit elmunkázhatsz, és ha onnan neked van saját valami háttered, ismerettséged, lehetőséged, akkor véletlenszerűen be tudsz jutni a munkaerőpiacra. Ez 1%-ot sem ér el, akik erre képesek lesznek.
Tehát, ha ez így működik, akkor az egészet megette a fene, akkor ennek valóban több értelme lenne ezt egyszerűen szociális transfernek. Annak meg kéne felelni a csomó egyéb kritériumnak, amiket elvárunk a szociális transferektől normális esetben. Tehát nem értek vele egyet. Pontosan a magyar kormány csinálja azt, hogy a versenyképességet alacsony bérekkel és alacsony társasági adókkal kívánja fenntartani. Ezek közé az országok közé tartozik. Nem véletlen, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy ez maradjon tagállami hatáskörben, mert amint ez kikerül tagállami hatáskörből, akkor esély van rá, hogy ezt ilyen alapon nem lehet versenyezni. És egyébként igaz az, hogy amúgy meg ebben a nemzetközi versenyben valahogyan mégiscsak valamilyen módon helyet kell állni, mert nem tudja magát kiszakítani belőle se Európa, se Magyarország. Nincs az az opció, amikor ez az ország teljesen önellátó lesz és gazdaságilag elszigetelődik mindenkit. Az nincs. Már csak azért sincsen, mert azt pontosan tudjuk, ezt ökológiából tudjuk, hogy ennek a területnek, ennek a 93.000 négyzetkilométernek a teljes eltartó képessége 3 millió fő. Ez a föld saját magában 3 millió ember tud eltartani. Úgyhogy aki a gazdasági függetlenségben és önállóságban gondolkozik, az gondolkozom néha ezen is. Akkor kéne csinálni valamit azzal a 7 millióval, akit ebből nem lehet eltartani. No, van még? Mert én szívesen megyek még ebbe az irányba, csak... tehát... Ez egy ilyen terület, ahol egyébként megosztottak a felelősségek, meg a lehetőségek is. Én azt gondolom, hogy jobban járna az Európai Unió saját maga, és külön-külön a tagállamok is, meg összességükben is, meg még az Európán belüli különböző régiók is jobban járnának azzal, hogyha lenne komolyabb európai szintű szociálpolitikai valami. Hogy ez pontosan micsoda, hogy a szabályozás, irányelvek, érvényesíthető célszámok, az egy másik kérdés. Abban egész biztos vagyok, hogy amíg ezek a jó szándékú kívánalmak nem kerülnek bele abba a gazdaságpolitikai kormányzási rendszerbe, amit most úgy hívnak, hogy európai szemeszter, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az körülbelül micsoda, az, hogy a gazdasági konvergenciának a különböző alapvető gazdasági mutatóit és az ahhoz tartozó terveket, hogy hogyan fogja ezeket a célszámokat betartani egy ország, ezt évente benyújtja az Európai Uniónak, és az Európai Unió ellenőrző, az ő számításai szerint is elége ez az ilyen és olyan, mondjuk a Maastrichti kritériumokhoz, a költségvetési hiány mértékéhez, az inflációs ráta, stb. Ez elége ahhoz, vagy nem. Ezeket abban a minutában, amint olyat észlel, hogy ez nem fog stimmelni, vagy nem illeszkedik ahhoz a számok nem stimmelnek, vagy nem illeszkednek ahhoz a tervhez, amit ehhez hozzáfűzött az adott ország, ezt abban a pillanatban visszadobják, és értesítik a tagállamot, hogy ez így nem fog működni. Ez egy viszonylag kemény gazdasági szabályozó rendszer. Kevesen tudnak róla, hogy ez makrogazdasági mutatókban a magyar kormánynak viszonylag kicsi szabadsága van, és ez teljesen független attól, hogy nincs euró. Attól csak kevesebb lesz később, hogyha nem lesz euró, ez egy másik kérdés. Majd szívesen belemegyek, hogyha érdekel valakit. Mikor most a Bézsgumbió ötletéről? Most nem a politikai gondolok, mert azt tudjuk, hogy mi, csak hogy így az elképzelésről. Hát az ideális végcél az nyilván az lenne, hogy azonos munkáért, azonos bért minden olyan munkahelyen, ahol ez összemérhető, ez teljesen világos, ahhoz egy ennél jóval integráltabb Európai Unióra lenne szükség. Ez célként teljesen rendben van, semmi baj nincsen vele. Hát sajnos ez az európai polgári kezdeményezés, ugye ez nem tud mást megfogalmazni, mint egy ilyen jó szándékú célt. Tehát ebből az égvilágon semmi nem fog következni, akkor se a sikeres lesz. Most a Jobbik. Ez a Jobbik által kezdeményezett, de most már európai polgári kezdeményezés. Jövő hétfőn lesz egy konferencia, jövő hét után hétfőn lesz egy konferencia, amit ezt a jobbikos szervezők raktak össze, minden részt is fogok venni. De nincs ez nem egy hitás, ahogy megvalósuljon, nem? Hát az időtávtól függ.
tehát úgy biztos nem fog megvalósulni, hogy sikeres lesz ez a polgári kezdeményezés, leteszik az asztal, hogy itt van, aláírtam, mit tudom én, európai állampolgár, úgyhogy akkor holnaptól azonosak lesznek a vérek. Hát ez nyilván nem fog működni, mert azt ki kéne találni, hogy mitől lesznek az első. És az nincs benne ebben a tervben, hogy mitől is lesznek azonosak azon kívül, hogy lesz egy polgári kezdeményező, és mi kitűzi ezt a célt. De az irány az teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy ha ez egy olyan politikai egység akar lenni, aminek a gazdasága integrált, ahhoz elkerülhetetlen, hogy a társadalom is sokkal integráltabb legyen, mint most. Meg különben jönnek ezek a feszültségek, hogy emberek jönnek, mennek, és ami az egyik oldalról agyelszívásnak tűnik, az a másik oldalról társadalmi dömping néven ismert jelenséget szül. Az egyik oldalon azt hiszik, hogy a legjobb embereinket vitték el, azért, mert magasabb béreket tudnak fizetni, a másik oldalról meg azt hiszik, hogy mi kaptuk meg a koldusaikat. És akkor ők meg élősködnek a szociálpolitikai rendszereinken. Egyébként az egyik sem igaz, tehát ennél sokkal bonyolultabb a kép, mert minden területről van mozgás meg elvándorlás. De ez a kettő, ez egyszerűen egy jelentős szétfeszítő erő. Ehhez ennél integráltabb társadalmak kellenek, olyanok, ahol tényleg normálisan értelmesen meg lehet élni a saját területeden, és el lehet menni, de nem kényszerülsz rá arra egyszerűen egzisztenciálisan, hogy máshol keresél feltétlenül valamit. Ez is nélkülözhetetlen. Az nem megy, ez az Európai Unió eredeti projektje, hogy ezt majd a gazdasági integráció egyszerűen azzal, hogy a tőke és a munka szabad áramlását lehetővé teszik, mert nem oldja meg. Ugye erre voltak kitalálva eredetileg ennek a kompenzálására ezek az úgynevezett kohéziós alapok. Ez nem szociálpolitika. Ugye ez nagyon-nagyon határozottan. Nem, az van egy picike olyan eleme egyébként, van egy európai szociális alap nevezetű pénzforrás, amit egyébként a magyar kormány is felhasznál, tehát nem teljesen értem, hogy miről beszél akkor, amikor a teljes önállóságot kívánja, a tagállami önállóságot kívánja ebben az ügyben. De mit akartam ezzel? Most én elvesztettem a fonalat. Ja igen, tehát a kohéziós alapok azok nem szociális transzferek alapvetően, hanem infrastruktúrális beruházásokra szokás őket fordítani. Ez egy múlt század közepi modell arra, hogy hogyan lehet valamennyire fölpörgetni a belső keresletet és a belső gazdasági élénkítésnek milyen jó eszköze, és kiderült, hogy nem hoz létre konvergenciát egyébként. Nagyon kevéssé tud hozzájárulni a konvergenciához. Tehát ahhoz képest, amennyit költött arra az Európai Unió, hogy ezekből a kohéziós alapokból hát valamivel egységesebb legyen a termelékenység meg a gazdasági teljesítmény, hát ahhoz képest igen szűköcske eredményt hozott. Hát egész egyszerűen azért, mert ehhez nem tartozik értelmezhető szociálpolitika, akkor hiába lesz infrastruktúrális beruházás, abból nem lesz élénkülő fogyasztás az adott országban, az kész. Lehet, hogy olcsóban lehet eljutni A-ból B-be, és egyébként, ha belegondolunk, még az se igaz. Egyszerűen nevetséges például, hogy ha innen valaki Varsóba akar eljutni, közúton, az összes infrastruktúrás beruházás ellenére ez ugyanúgy 6,5 órát vesz igénybe, mint a 80-as években. A különbség az összesen az a fél óra, amit a két határ átlépés megkönnyítésével értek el. Én csütörtökön fogok menni, hogy nem magamról akarok szorítani, csak a Vajdasága konferenciára, Újvidékre, busszal, kibérelve, és azt mondták 5,5 óra, és nem értem, hogy az fogyott. De hogy, hát Pest messzebb van, mint Pécstől Újvidék. Ja, Pécsről megyek arra. Ja, Pécsről 5 óra? Ugye ez azért durva. Azt jelenti, hogy kicsit soknak tűnik, mert egy megállás nem kell lennie valahol. Azt mondták, hogy a határnál 40 percet kell várni, amíg odaadjuk a személyünket. Hát igen, ez is elképzelhető. Ugye a Schengenen kívüli világ. Jó, horvát határ így is egyszerűbb már, de... És
És ezt képtelen vagyok felfogni, hogy ez hogyan? 280 kilométer, vagy annyi sem. Nem kell megállni sehol? Bocsi, csak hogy tényleg nem értem. Hogy ez nettóban 3 óra lenne, mert 90-nel mehet maximum a busz. Ha, és ott nincs autópálya, tehát az azt jelenti, hogy 80-nal. Bocsi. 3,5 órában nettóban így is kijön. Ha lenne végig út mindenhol, és nem kéne megállni. Úgyhogy arra kell rádobni az egyéb késedelmeket. Na hát ez az egyik remek következménye annak, hogy tehát le lehet térkövezni a teljes Nagy-Alföldet, attól itt gazdasági élénkülés nem nagyon várható, kivéve azt a 3 nagy társaságot, amelyik gyakorlatilag ebből szerzi a profitját. No, szociálpolitikára még ha lesz rá kívánság, akkor visszatérek. Tehát vannak ezek a ez a bizonyos vegyes európai rendszer, amiben szakpolitikai területek ide is tartoznak, ide is tartoznak, meg ide is tartoznak. Normális esetben ez akár jól is működhetne, de ez állandó viták tárgya. Egyébként ez is igaz, hogy nem csak a magyar kormány vitatja, hogy mi hova tartozik. Például a skandinávok pont szociálpolitikai ügyben ragaszkodnak ahhoz, ők is ragaszkodnak ahhoz, hogy maradjon tagállami hatáskörbe. Csak éppen az ellenkező oldalról az ellenkező indokkal. A skandinávoknak a 60 éve létező, ezt északi modellnek hívják rendszerük miatt, már lehetetlen elmagyarázni, hogy miért jó az, hogyha a szociálpolitika az valami szakpolitika, aminek, ahol van valamilyen szintű közvetlen szabályozás, ami előírja, hogy hol mi történjen a bérszintektől kezdve a szociális ellátáson keresztül. Azért, mert ebben az északi modellben ez teljesen rábízták a szociális partnerekre. Tehát amit a szakszervezet, a munkavállaló és az önkormányzat ki tud alkudni, az van. Ez igen magas szintű ellátást eredményez Svédországban, mondjuk, meg Dániában is. És emiatt ők sok problémát nem látnak. Nem is azt, hogy nem látnak problémát, nem értik, hogy miért kéne ezt külön szabályozni, és ők ragaszkodnak az, ezt nekik ne szabályozza senki, az tökéletesen jó úgy, ahogy van, hogy a saját szociális partnereik majd kialkudják azt, ami az optimális. És ki is tudják alkudni, mert 60 éve ez a rendszer működik. Amikor ez bevezetésre került, az 50-es évek közepén a skandináv országokban, az persze nem úgy történt, mint ahogy most némely másik kormányfő szereti szorgalmazni, hogy először legyen növekedés, valamint a versenyképesség javulás, és majd utána ebből fordítunk szociálpolitikára, vagy ilyen egyéb nagy ellátórendszerek reformjára. Ez ott egyszerre történt. Szó sem volt arra, hogy meg kell várni, amíg gazdasági növekedés lesz. Svédország nem volt egy gazdasági nagy hatalom az 1950-es években. Annyi előnye volt csak, hogy megúszta a második világháborút, és ezért éppen maradt a gazdaságának a nagyobbik része, de nem volt egy különösebben jelentős nagyhatalom, viszonylag elavult szektorokban termelt jelentősen. És mégis megállapodtak abban, hogy hát ennek így kéne, így lenne ideális, hogy ha van bármiféle növekedés, abból mindenki nagyjából arányosan kezdjen el részesülni, ehhez meg az kell, hogy akkor a szakszervezetek munkahallók és hát az esetben az önkormányzat egy némely nagyon kevés esetben a központi kormányzat megegyezzen egymással. Ez ugye odáig vezet, hogy ott van tényleg komolyan vehető értelmes érdekképviselet, ami persze megköti a munkajogot. Nem munkajogi előírás egyébként, hogy valakinek szakszervezeti tagnak kell lennie. Ennek ellenére majdnem elképzelhetetlen egy nagyobb vállalatnál, hogy egy munkavállaló ne legyen szakszervezeti tagja. Szinte elképzelhetetlen. Na mindegy, ez egy másik kérdés, mert Magyarország valójában különleges. Még Közép- és Kelet-Európában is különleges, hogy mennyire gyengébb a munkavállalói érdekképviseleti formák az összes, a létező összes. No, ha mondjuk ez normálisan tudna működni, ez a felosztás, hogy vannak közösen szabályozandó, vannak tagállami szinten működtetendő, és vannak ennél alacsonyabb szinten működtetendő területek,
akkor ebből összeállhatna valami, amiről persze még mindig nem tudjuk ezután se, hogy ezt ki és hogyan kormányozza, igazgatja. Akkor most bele kell mennem egy picikét az intézményekbe. És kezdem azzal, amit én ugye személyesen legjobban ismerek, az Európai Parlamentet. Az Európai Parlament két dologban jelentősen különbözik egy átlagos törvényhozástól, kevesebb, mint egy standard törvényhozás. A fontosabbik az az, hogy nincs önálló törvényhozási kezdeményezési joga. Más ilyen parlament a világon nincsen, ami nem mondhatja azt, hogy én szeretnék egy törvényt hozni erről és erről, nézzük meg, jöjjön be egy tervezet, egyeztessünk, szavazzunk. Ilyet nem tehet. A kezdeményezés joga ebben a pillanatban a bizottságnál van. Tehát az alapszöveget mindig a bizottság teszi le az asztalra, amikor szabályozásról van szó. Azt véleményezi a parlament, módosítja, kiegészít és állítja elő a saját változatát, és aztán az megy egyeztetésre a tanácshoz, de nem kezdeményezhet. Ebből például voltak olyan kellemetlen környezetpolitikai értelemben kellemetlen következmények is az előző ciklusban egyébként, hogy a cianidos bányászati formákról hozott határozatot saját hatáskörben az Európai Parlament, az nem kötelező erejű, az nem egy törvény, amit végre kell hajtani, hanem a parlament saját álláspontja arról, hogy ezt be kell tiltani egész Európában. Egyszerűen a környezeti kockázatok miatt ez nem egy fenntartható dolog. És éveken keresztül szólította föl többször a parlament, a tanács illetékes biztosát, hogy legyen szíves, tegyen le egy szabályozási tervezetet. És a biztos megmondta a vállát, és szerint, hogy nem. És ezért ebből nem lett szabályozás, mert nem érkezett a bizottságtól olyan javaslat, amin aztán elkezdhetett volna dolgozni a parlament. Ez biztos, hogy hosszú távon nem maradhat így működőképes, főleg akkor, ha növekszenek azok a területek, vagy belebúgnak másba is azok a területek, amik európai szabályozást igényelnek, és szerintem ez így van. Ha nem fogja megkapni egy következő intézményi átalakításban, reformban, alkotmányozásban, nem tudom én, mi lesz ennek pontosan a formája, az Európai Parlament azt a jogot, hogy saját maga kezdeményezhessen törvényhozási aktusokat, akkor ez még mindig egy ilyen bizonytalan sztori marad. A másik az az, hogy konkrét ellenőrzési jogköre a bizottság fölött eléggé csekély. Tehát a szó technikai értelmében nem számoltathat be biztosokat. Elhívhatja a biztosokat, és akkor beszélgethet velük, ahol biztosok elmondják, hogy mit csinálnak és mit nem. Holott egyébként a bizottságot azt az első körben az Európai Parlament szavazza meg, és azzal jutatják be. Van egy szavazás, megkapja a többséget. A biztosokat az Európai Parlament szavazza szerint, hogy... A bizottságot egyben. Tehát nincs külön-külön szavazás a biztosokról, egyben a bizottságról lehet szavazni ennek. Van olyan egyébként, van olyan tagállam, ahol szintén így van, tehát hogy a kormányt egy szavazással ültetik hivatalba, és egyenként nem is hallgatják meg a minisztereket akár. Itt legalább meghallgatás van az egyes biztosokról, de egy szavazás van. Akkor ezért szinte a biztos azért függ valamennyire a parlamenttől. És én értem, hogy akkor... Nem lehet elmozdítani menet közben. Ez egy fontos különbség. Nem lehet elmozdítani menet közben. Így aztán a meghallgatásoknak sincs olyan tétje, hogy akkor... Ja, hát akkor köszönjük. A garantáltan a biztosnak az élettartama a ciklus végéig tart, ha csak nem akarja valamiért kirúgni a bizottság elnöke. És például bányászati kérdés ott nem lehetett volna olyan megoldás, hogy egy másik biztoshoz fordulnak? Vagy ez a... Hát, nem. Tehát az véletlenül egy olyan speciális terület volt, ami teljesen világos volt, hogy ez hozzátartozik senki máshoz. Úgyhogy nem. Tehát ha ő nem volt hajlandó megmozdulni, akkor ugye ezek azért viszonylag szak területek. Tehát van alatta egy rendes szakaparátus,
ami azokkal a szakpolitikai kérdésekkel foglalkozik, ami ahhoz a portfólióhoz tartozik, és ezek nem nagyon csereszabatosak egymás között. Tehát, hogyha valaki 5 évet eltölt a bizottságban egy ilyen főosztályon, attól még nagyon keveset fog tudni arról, hogy a szomszédos főosztályon valójában miféle munka zajlik. Tehát ezek elég izolált, elég szakpolitikailag ilyen szűk, vagy hát ilyen nagyon területek. Úgyhogy nem, tehát még ha át is lehetne tenni, nem lenne hozzá a szakaparátus, aki ezt megcsinálja. Egy európai szabályozás a nagyon picike esetekben is egy elég vaskos szöveg tud lenni. Van szerencsém ebben a Munkaügyi és Szociális Bizottságban egy rendkívül fontos európai szabályozásnak a jelentés tevője lenni, ezt már a parlament elfogadta, a parlamenti álláspont, arra várunk, hogy a tanács kialakítsa a saját álláspontját. Ez az iszonyatosan fontos terület, ez a szociális statisztikáknak a közös gyűjtés és annak a részben a finanszírozása, meg a követelményei, minőségbiztosítása, stb. Hát ez nem egy olyan horderejű, ami nagyon sok ember élete múlik. Néhány statisztikusnak a esetben a jövője talán. Tehát összesen, ha ilyen konkrétan 1000 embert érint Európában, akkor azt hiszem sokat mondtam. A felhasználóban az más, ez nagyon sokaknak fontos, hogy mik lesznek benne az európai statisztikákban, és mi nem, mi az, amit közösen kell mérni, és közös összemérhető adatokat kell produkálni, és mit nem. Tehát szakpolitikailag bonyolult, de nem egy nagyon jelentős terület. Ennek ellenére az a szöveg, amit elfogadtunk a parlamentben, az mellékletek nélkül 35 oldal. És akkor ahhoz jönnek még a mellékletek. És ez egy ilyen picike szabályozás. Úgyhogy ez részben azért is, mert az európai jog az nem egy ilyen törvénykönyv, mint mondjuk a büntetőjog általában itt van egy puff, ez a kupac, ezt hívják büntetőjognak. Hanem egy csomó esetben még értelmezni kell, hogy erre melyik direktívák vonatkoznak még, vagy melyik nem, melyik másik lúg bele, hol vannak közös szabályozási területek, mit kell harmonizálni más szabályozási területek, irtózatosan bonyolult tud lenni. Csomó esetben fölöslegesen bonyolult, ez is igaz. Tehát ezen lehetne, nagyságrendileg lehetne javítani, de abból ez következik, hogy ami az egyik biztos hatásköre, azt a másik biztos, még a legjobb szándékkal se tudná közvetlenül átvenni, mert nem lenne embere, aki megcsinálja hozzá ezt a szabályozást, aki értene hozzá. Tehát ebből fölülről lehet csak beleszólni, a bizottság elnöke, vagy a mostani rendszerben valamelyik alelnök, az mondhatná azt, hogy már pedig ezt meg kell csinálni, és akkor legyél szíves. Akkor is lehet még végtelenségig húzni az időt, ez is igaz, de körülbelül ez a rendszer ebben a pillanatban. Ugye ezt csinálja a bizottság részben, tehát ugye törvénytervezeteket ad be, ami ezért kedve van. Ezt általában a ciklus elején megfogalmazza a bizottságnak az elnök, hogy mi lesz az ő nagyjából egészen a törvényhozási terve. Ugye Juncker azt is bevezette értelmes módon egyébként, hogy legyen egy ilyen éves beszámoló az unió helyzetéről, és akkor ott ennek két előnye van. Egyrészt ennek van szimbolikus jelentőség, és akkor csomó mindent hozzá lehet kötni, ez neki jó. Másrészt meg viszonylag rugalmasabban lehet kezelni a törvényhozási tervet, elmondhatja, hogy ezt meg ezt így módosult a prioritásokban ezért meg ezért, és hát egy kicsit jobb, gyorsabban változik az unió környezete, mint hogy 5 évre előre pontosan meg lehessen mondani, hogy mit kell, hol kell lennünk a prioritásoknak. Úgyhogy ez jó, de hát még ez is csak azt jelenti, hogy amihez a bizottságnak kedve van, akkor abban a törvénykezdeményezést. Tehát ez a parlament és a bizottság viszonya nagyjából egészében. Ez egy ilyen ilyen közepes minőségű házasságnak felel meg. Rengeteg vitában és csomó egymásra utaltság van benne. A tanács ehhez képest egy kicsikét más. Ugye a tanácsban a mindenkori
kormány és államfők, az adott kormányok vezetői foglalnak helyet, és ők viszonylag ritkán hoznak formális kollektív döntéseket egyébként, de hoznak, amikor ilyet csinálnak, és az nem, mondjuk nem törvényhozási természetű, akkor a lisszaboni szerződés óta ezt nem csak és kizárólag egyhangú szavazással tehetik meg, hanem az úgynevezett minősített többség eljárásával is. Erről szólt a magyar kormány egy másik vitája, hogy a 2015. szeptemberében a belügyi tanácsban elfogadott áttelepítési határozat, amit minősített többséggel fogadtak el, azt vajon lehetett-e minősített többséggel elfogadni, vagy nem lehetett minősített többséggel elfogadni. Erről megvan az Európai Bíróságnak a döntése, lehetett minősített többséggel elfogadni. Úgyhogy oka fogyottá vált ez a magyar kezdeményezés, de ez egy tényleges értelmezhető jogi vita volt, hogy az oda tartozik, vagy nem tartozik oda. Egyébként azért, ha már bevele akarom menni, mert ez egy jó téma, mert a menekültügyben sem triviális, hogy mi az európai hatáskör, és mi a tagállami hatáskör. Amit általában bevándorlásnak tekintünk, annak a szabályozása valóban tagállami hatáskörhöz tartozik, de a menekültügy ennek egy speciális része. Annak vannak olyan elemei, amik kifejezetten európai szabályozás alatt állnak, például a befogadás és az ellenőrzés minimum követelményei, meg minimális eljárási rendje. Tehát, hogy mit kell ellenőrizni ahhoz minimálisan, hogy menedékkérelmet elbírálatnak lehessen tekinteni, ezt az Európai Unió határozza meg például. A vita természetesen erről szólt, hogy ez abba a területbe tartozik-e az a bizonyos döntés az áttelepítésről, vagy a bevándorlás kérdéséhez tartozik-e, és ezt erről így döntött az Európai Bíróság. Én azt gondolom egyébként, hogy helyesen, nem azért, mert hogy helyeslem az eredményt, hanem mert azt gondolom, hogy ez a logikus, mert ez kifejezetten menekültekről szólt, és nem más bevándorlással kapcsolatos kérdésekről. Na, tehát a tanács hoz néha ilyen döntéseket, meg ezekben a szakértői testületeiben ugye kialakítja a saját álláspontját a törvényhozási kezdeményezésekről. Akkor a törvényhozási folyamat az úgy néz ki a tanács szempontjából, hogy ott van a parlamenti álláspont, az általában korábban megvan, mint a tanácsi. A tanács ehhez képest kialakítja a saját álláspontját, és az együttdöntés az azt követelné meg, hogy ha nincs meg a második olvasatban, amit elfogad a parlament, tehát az első olvasat az, ami alapján elkezdett tárgyalni, a második olvasatban, ha nincs megegyezés a parlament és a tanács álláspontja között, akkor újra kezdődik az egész Herceg-utca az elejéről. Ezért van egy közbeiktatott egyeztetési folyamat, ezek a trialógus nevezetű tárgyalási folyamatok, ez technikailag, formálisan informális. Ennek jegyzőkönyve sem nagyon van, én ezt utálom. Szerintem ez rendkívüli módon rontja az átláthatóságot, legalább utólag biztosítani kéne a jegyzőkönyvek nyilvánosságát. Nem ez történik, az történik, hogy az adott határozatban, vagy adott törvényezési kezdeményezésben érdekelt parlamenti bizottságból a jelentéstevő, meg az árnyék jelentéstevők találkoznak a tanács ebben érdekelt embereivel. Az éppen a fél éves elnökség valamelyik szakpolitikusa vezeti azt a delegációt, és az ő dolga, hogy egyeztessen a többi tagállammal ezekről a kérdésekről. És ez ilyen lóvásárszerű alkudozássá tud silányulni némely esetekben, más esetekben ilyen elképesztő ad-hoc szövegezési játszadozássá, amitől én egy alkalommal annyira kiakadtam, hogy a következő triológusom is oda hajlandó elmenni. Tehát, hogyha hát angolul olyan közepesen tudó emberek itt most helyből egy szabályozást szövegszerűen módosítanak, hát akkor lehet, hogy erre akkor lehet, hogy ne csodálkozunk azon a végén, azon, hogy a végeredmény az egy viszonylag nehezen értelmezhető szöveg lesz.
És ilyen rendszeresen van. Tehát az előfordul, hogy az Európai Unió olyan direktívát fogad el, aminek vannak értelmetlen mondatai. Tehát ez nem lehet megfejteni, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Ez, ha nem többnyire ezért, mert a trialógusban a megegyezési kényszer miatt egyszer csak előállt valaki egy ad-hoc szövegezési ötlete, és akkor ott helyben, hát ugye, hogy a hétmester lövészben elhangzik, a miért is ugrott bele mesztelen revett közbe a kaktuszok közé, mert pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. És ilyen pillanatnyi jó ötletekből értelmezhetetlen szövegek is ki tudnak jönni. Minden esetre, ha ez megvan és mondjuk értelmezhető, akkor második olvasatra ez a szöveg kerül már vissza a parlament elé, és akkor ez ilyen egyszeri döntés, eszi nem kap mást, vagy elfogadja, vagy visszautasítja, ha visszautasítja, akkor kezdődik előről. Ez a törvényhozási folyamat. Ez van-e valakinek kérdése? Mert ez így is bonyolult, én tudom. Ez így zajlik. Tehát egy ilyen szabályozás végén így jön létre. A tanács ezeken kívül egy csomó olyan területen is hoz nem döntést, hanem hát megnyilvánul, erre nincsen jobb szó. Tanácsi kommunikációnak hívják ezt a formális dolgot, amikor ilyen deklaratív dolgokat kijelent a tanács különböző politikai, szakpolitikai kérdésekben, amik azt hivatottak jelezni, hogy körülbelül mi a pillanatnyi megegyezés a tagállamok között az adott területen. Ugye van olyan, aminek nincs is nagyon szabályozási eleme, ilyen a közös külvédelem és biztonságpolitika. Ami ebből van, az nagyon kevéssé szabályozási kérdés, azok egy csomó esetben ilyen közös politikai akarat nyilvánítások. Ott a legfontosabb elemek valóban a tanácsnak ezek az úgynevezett kommunikációi, amikor álláspontokat fogalmaz meg. Ugye én abban azért vagyok érdekelt, mert nekem a főbizottságom, ahol rendes tag vagyok, az a külügyi bizottság. Ahol póttag vagyok, az a munkaügyi és szociális bizottság. No, hát ennek a három intézménynek a viszonya egymáshoz, az nem meglepően nagyon bonyolult tud lenni. Hogy mikor ki kinek a szövetségese, az egy csomó esetben nagyon nehezen belülhető előre. Mostanában többször fordul elő az, hogy a bizottság álláspontja és a parlament álláspontja azért közelebb van egymáshoz, mint a tanács álláspontja, de ez nem törvényszerű, hogy így legyen. Tehát van olyan eset is, amikor a parlament a tanáccsal összefogva jelentősen megváltoztat egy bizottsági kezdeményezést. Erre is van példa. Hát ez úgy működik, mint minden ilyen három elemű tárgyalgatás. Tehát ahol hárman vannak három különböző nézőponttal és három különböző típusú érdekkel, ott az viszonylag kiszámíthatatlan, hogy mi tud abból kijönni, ha nincsenek ilyen teljesen állandóan, ha nincsenek masszívan közös érdekek a két résztvevő között. Akkor ilyen bizonytalanná vált. Ennek van előnye is, meg hátránya is, mint minden ilyen rendszernek. Ez egyrészt nehezebb, lassabb és kicsit kiszámíthatatlanabb. Másrészt kevésbé valószínű, hogy valami egyetlen egy darab partikuláris érdek tudja uralni az egészet. Ennek ellenére azért az Európai Uniós szabályozások döntő többsége a nagy, hát mondjuk úgy tőke és munka közötti kérdésekben általában a tőke javára szokott dönteni, amiben a klasszikus marxista terminológiában akarjuk megfogalmazni. Tehát a vállalati érdek kiárás az egyszerűen sokkal jobban működik az Európai Parlamentben is, meg az összes európai intézményben, mint mondjuk társadalompolitikában érdekelt civil szervezeteknek így a kiáró és érdekérvényesítő képessége. Nem meglepő módon. Ennek ez egyik oka az egyébként, hogy rendkívül alacsony szinten, tehát gyöngén szabályozott a lobby tevékenység az Európai Unióban. Például a lobby regiszter, ami létezik, az egy önkéntes intézmény. Tehát, hogy valamelyik kvázi szakértő csoport regisztráltatja magát, mint lobby cég, ez teljesen rajta múlik. Úgyhogy ilyen alapon nem lehet pontosan megmondani, hogy hány lobbista van Brüsszelben ebben a pillanatban. A becslések, azok, amik számítanak,
azonos nagyságrendben, de kb. 2-2,5-szer annyi lobbistát gondolnak most, becsülnek így most, mint amennyi Washingtonban van. Ahol kötelező egyébként ez a lobby regiszter, tehát ott lobby tevékenységet csak úgy lehet folytatni, hogy lobbistaként azonosítod magad. Ez egyébként szinte csomó előnnyel is jár, tehát ez van is ott értelme. Hozzám például a jövő héten fog jönni egy lobbista, akinek a zöld frakció belső szabályai szerint megírtam előre, hogy tőlem jöhet, de arra nem számíthat, hogy akár a találkozásunk, akár annak az alapvető témája az bizalmas információ marad. Tehát jöjjön, de én közé fogom tenni. Ő egy volt európai parlamenti képviselő, ex-svéd hadügyminiszter, aki egyébként egy kínai cégnek a biomassa vállalkozásait képviseli, és Magyarországon szeretne befektetni. Ez a kínai cég. Nem tudom, azt sem tudom, hogy a végén eljön-e, vagy nem. Ezekkel a feltételekkel nem biztos, hogy annyira jó neki, de ha igen, akkor meg én vagyok kíváncsi rá, hogy mit akar mondani. És ennek az egész lobby tevékenységnek nincs valamilyen hivatalos folyamata? Tehát, hogyha nem tudom, most én kitalálom, hogy szeretnék megváltoztatni egy irányelvet vagy törvényt, akkor tehát ez az egy mód van, hogy nem az európai parlamenti képviselőnek, akinek tudom, hogy... Hát az európai parlamenti képviselő az már egy késői fázis. Tehát a profik ezt nem ott csinálják, a profik ezt a bizottságban csinálják, mert az alapszöveg onnan jön. Ugye az első szöveg, ami ehhez képest alakítja ki az álláspontját a parlament, az a bizottságból érkezik. Tehát az igazi profik a bizottságnál lobbiznak. Aztán, amikor ebbe kell valamit beleavatkozni, mert a bizottsági tervezet valakinek nagyon kedvezőtlen, vagy egyszerűen csak valami szeretne magának egy kis joghézagot teremteni, akkor megy a parlamenthez, és ott kalapál össze magának. Ugye a tanácsnál a legbonyolultabb lobbizni, nem azért, mert azok annyira hajlamosak ellenállni mindenféle lobby tevékenységnek, hanem mert ott sokkal nehezebb megmondani, hogy mire lesz többség, meg mi az, amit ténylegesen érvényesíteni lehet. Tehát hiába ígéri meg neki akár egy nagyobb tagállam képviselő, hogy jó, az lesz a jó, aztán vagy sikerül keresztül vinni a tanácsi álláspontban, vagy nem. A parlamentben azért jobban lehet előre látni, hogy mik a nagyjából a többségek, vagy mire lehet többséget létrehozni, mondjuk egy bizottságban. És egy csomó esetben az a helyzet, hogy ami a bizottsági többség, és nem szúr nagyon szemet másoknak, az úgy átmegy a plenárison is. Ez azért van, mert, és ez még a parlamenti tevékenységhez tartozik, mert hát emiatt a bonyolult eljárás, meg a viszonylag hosszadalmas szövegű, bonyodalmas szabályozási szövegek miatt a szavazások azok ilyen hihetetlen pörkös dolog. Ha valaki egyszer belenézett ilyen online közvetítésben, amikor éppen szavaznak, az egy hihetetlen pörkös, hatos módosító mellette ellene tartózkodott elfogadva, akkor név szerinti szavazás, gombnyomás, stb. Ezért azt én megmondom őszintén, nem is értem, hogy szegény, szerencsétlen, jobbikos kollégáim, Kovács Béla kivételével, aki nincs ott, hogy az Úristenbe döntik el, hogy miről hogyan szavaznak ők, ugyanis nem tagjai semmilyen frakciónak. Nekem a frakció szakértői előállítják kvázi ezeket a szavazási kottákat, ezeket megbeszéljük általában frakcióülésen, de hát ott sem az összes részletig bezárólag, hanem mik azok a fontos kérdések, ami bárkinek valamiért tényleg fontos lehet. És hát ott van a kezemben a szavazási kotta. De ez olyan pörgős, hogy ez nem megy máshogy. Tehát az ott helyben senkinek nincs ideje mérlegelni, hogy most ez melyik módosító volt, annak hogyan kéne kinéznie. Úgyhogy nagyon nem irigylem a független képviselőket. Azért nagyon, hát hogy is mondjam, kicsinyes kérdés lesz, de emlékszem, hogy még annó hatalmas vita volt az egyik jobbikos képviselő felől, hogy tegnap kapták meg, tegnap hajnalban egy 50 oldalas módosítójavaslatot, és hogy hát
embert. Tehát, hogy fizikailag képtelenség amúgy, hogy ez jól átvágja az ember, és másnak szavazás, hogy ez elég gyakran előfordul amúgy. Hát van, tehát van ilyen. Még csak azt sem mondanám, hogy olyan nagyon ritka. Nem illik, tehát illetlenség az adott hát ilyen tárgyalócsoport részéről, de előfordul. Pláne olyan ügyekben egyébként, amik nem ilyen törvényhozási szövegek, hanem határozatok. Abban is vannak egyébként jó hosszúak. Ott ugyanis az történik, hogy a végső egyeztetés a jelentéstevő meg az árnyék jelentéstevők között az általában a plenáris idején zajlik. És még az előző nap fejeződik be. És ott nagyon könnyen előfordulhat, hogy ahhoz képest, ami már átment a bizottságon, egy körben, ahhoz képest még jelentős módosítások állnak elő. És ez akkor a plenáris szavazási kottában fog megjelenni, hogy ezek meg ezek meg ezek. Ezt valószínűleg nem lehet kikerülni, csak úgy lehetne kikerülni, hogyha jelentősen csorbítaná, tehát hogyha saját magát amputálná a parlament, és csorbítaná azokat a lehetőségeket, hogy módosítani lehessen egy bizottságban elfogadott állásponton. Egyébként már csorbította. Most például ahhoz, hogy egy bizottságban elfogadott szabályozási álláspontot, ami ugye a parlament tárgyalási mandátuma ilyen esetekben a tanácsa, ahhoz, hogy ezt, hogy erről szavazzon egyáltalán a plenáris, ahhoz most kell 76 képviselőnek az aláírása, vagy egy akkora frakciónak, amiben legalább 76 képviselő ül. Annak kell kezdeményeznie. Így került a Wikström jelentés például napirendre most csütörtökön, ez a Dublini rendszerreformja szabályozás. Ez így került napirendre, hogy egy szlovák LTP és képviselő összegyűjtögette a 76 darab aláírást, ami 80 valamennyi lett neki a végén. Egyébként ez nem került volna feltétlenül napirendre, amit én nem gondolok jónak amúgy. Tehát én az egyrészt, mert ez diszkriminálja a kisebb frakciókat. A zöldek így nem tudnak szavazásra kérni plenárisan ilyen szabályozásokat, mert 50-en vagyunk, és az nem elég hozzá, még össze kell vakarni 26 másik aláírást, ami egy csomó esetben rövid idő alatt nehezebben megvalósítható, mint egy tagállami parlamentben, nehezebb elérni a képviselőket. No, ezzel kapcsolatban még kérdés, kommentár. Na most akkor eltérnek ennek a politikai részére. Ez eddig ilyen intézményi cucc volt nagyjából, hogyha... Igen. És most jönne az, aminek tényleg politikai tartalma is van. Az Európai Parlamenten belül a kinek mekkora szava van, ki mennyire tudja érvényesíteni az álláspontját. Az egyen bonyolultabb, mint normál parlamentekben egy-egy tagállam esetében. Ehhez valamit tudni kell ilyen alappolitika tudományról, de nem tartok előadást. Az olyan típusú kérdések, amik gazdaság és elosztási típusú kérdések, ott normális esetben az európai politikában normális esetben tagállamokon belül is, meg mindenhol fejlettebb országokban általában egy sima, bal-jobb véleményoszlás érvényesül. Tehát a résztvevő pártokat, meg képviselőket egy ilyen bal-jobb skálán el lehet helyezni, hogy hova helyezik magukat és mi az, amit preferálnak. Ezek a kérdések ilyen módon aztán, hát úgy tetszik, egydimenziósak azon az egy vonalon el lehet helyezni mindenkit. Amiből az következik, hogy meg lehet mondani előre, hogy az úgynevezett medián szavazónál vagy medián képviselőnél ott már többség van, ott valakinek valamelyik álláspontnak többsége van. Ez viszonylag egyszerűvé teszi ezt a fajta politizálást, törvényhozási politizálást mindenhol a világon, és akkor vannak olyan kitüntetett, érdekes, bonyolult, összetett, mit tudom én, ügyek, ahol ezt valamelyik másik dimenzió keresztbe metszi. Tehát, hogy lehet, hogy elosztási kérdés, de fontos szimbolikus tartalma van.
részesüljenek-e szociális ellátásban határon túli magyar állampolgárok, milyen formában. Ez nem egyszerűen ellátási, vagy ez nem egyszerűen egy baljobb típusú kérdés, ezt keresztbe metszi ez a szimbolikus kérdés, hogy hogyan és mennyiben és miért vállal felelősséget Magyarországon kívüli állampolgárokért. És olyankor megzavarodik a dolog, mert nem lehet megmondani, hogy ki van középen, mihez képest alakul ki a többség. Egy másik dimenzióban egy másik többség lehet. Ilyenkor egyébként egy csomó esetben, amikor ilyen van, ezek a kitüntetett pillanatai, mondom, a törvényhozási politizálásnak, olyankor egy csomót lehet alkudozni. És ott nem teljesen világos, hogy kinek az álláspontja kerülhet többségre és kié nem. Ott kisebb vélemény kisebbségeknek is esélye van arra, hogy befolyásolják a végeredményt. Az Európai Parlamentben viszont eleve két dimenzió létezik. Az egyik ez a nagyjából bal-jobb felosztás ott is a pártcsaládok között, és akkor lehet tudni, hogy a bal szélén vannak, vagy a jobb szélén vannak löpenék, szimpán jobb, ott vannak löpenék, azon kicsit túl jobbikosok. Aztán vannak ezek az európai konzervatívok és reformisták, Farage társasága, aminek az egyik fele viszont már annál jóval beljebb van, ezek az olasz Cinque Stelle mozgalom, akik szintén abban a frakcióban vannak, akik egyébként rendszeresen a zöldekkel szavaznak együtt, aztán vannak a liberálisok, az ALDE, zöldek, szocnemek, északi baloldal, az URE vezető frakció. Ez így nagyjából megfelel egy ilyen baljobb felosztásnak, hogy ezen a baljobb tengelyen a liberálisok és a zöldek éppen hol foglalnak, az kérdésenként tud változni. Gazdasági elosztási, gazdaságszabályozási kérdésekben biztos, hogy a zöldek balra vannak a liberális frakciótól. Ilyen emberjogi kérdésekben nagyjából ugyanaz az álláspontjuk, és kisebbségügyi kérdésekben meg valamikor úgynevezett jobbrább van a zöld frakció, mint a liberálisok. Az persze nagyon nehéz baljobb skálán elhelyezni valójában, de ez előfordul. De ez teljesen keresztbe metzi az, hogy ugye ezek a képviselők azért mégiscsak tagállamokat is képviselnek. És egy csomó esetben tagállami érdekek jelentősen mások tudnak lenni, mint ami a közvetlen pártcsalád gyorsan beazonosítható álláspontja. Ez egyrészt megkavarja, zavarosabbá teszi, kicsit átláthatatlanabbá teszi az Európai Parlamenten belül ilyen törvényhozási politizálást. Másrészt viszont lehetőséget teremt majdnem minden alkalommal ilyenfajta alkudozásra, amit tagállami parlamentekben csak kitüntetett ügyekben lehet megtenni. Tehát meg lehet szerezni egyébként nagyon más állásponton levő parlamenti csoport bizonyos tagjainak is a támogatását könnyebben, hogyha lehet valami tagállami érdekre hivatkozni, ami neki fontos. És ezért nehezebb megjósolni pontosan, mik lesznek a többségek. Ezzel együtt is az előző parlamenti ciklusban 2009 és 14 között érvényesült az, amit nagy koalíció névvel illettek, a három legnagyobb parlamenti frakció, a Néppárt, a szocialisták és a liberálisok együtt adták egyrészt a biztosokat, tehát mindegyik biztos, ugye a 27 tagállamból valamelyik párt, ebből a három pártcsaládból valamelyikéből érkezett, és hárman együtt ez a három frakció akkora többséggel rendelkezett a parlamentben, hogy kettőnek az egyetértése is általában elég volt ahhoz, hogy az önmagában nem jelentett automatikus többséget, de hát ugye soha nincs, szinte soha nincs együtt ez a 752 képviselő. Úgyhogy a tényleges jelenlét alapján általában a két nagy frakció egyetértése elég volt a többséghez. Ez hát elég hátrányos helyzetbe szorította a kisebb frakciókat, nagyon kellett ügyeskedni, hogy mi már a bizottsági szinten kellett elintézni dolgokat ahhoz, hogy az eséllyel a végszavazáson is érvényre jusson. Ez egyébként sikerült az öt frakciónak, több különböző okból, de hát azért ez korlátozta
a lehetőségeket jelentősen. A végére a három nagyból kettő meggondolta magát, és azt mondta, hogy inkább mégsem, akkor puf, akkor nem, arra nem volt meg a többség. Ez annyiban változott az új parlamentben, hogy még mindig ez a három a legnagyobb, pontosabban a reformisták, az ECR nevezetű, ahol a torik vannak, néhány lengyel képviselő a PISZ-ből, kevesebben, mint a saját törvényhozásunkban, az majdnem akkor, vagy talán ugyanakkora is, mint az ALDE. De ők nem közvetlen részei ennek a nagy koalíciónak, de ez a három nagy, a néppárt, a szocialisták és a liberálisok, még mindig ők alkotják a nagy koalíciót, de ebből a háromból kettő már nagy valószínűséggel nem elég a többséghez. Az azt jelenti, hogy megfordul a helyzet, ha az egyik nagy koalíciós résztvevőt ki lehet húzni az egyetértésből, akkor bizonytalanná válik az adott ügyben a többség. Ez megkönnyíti a kisebb parlamenti frakcióknak az megkönnyíti az érdekérvényesítését, vagy a saját álláspontjának a valamilyen módon való érvényre juttatását. És ezzel szoktunk is élni. Tehát ez azért működik. Vannak ügyek, amiben a szocialistákat lehet kirángatni, ebből vannak ügyek, amiben a liberálisokat lehet kirángatni, és még olyanok is vannak, amiben a néppártiakat lehet kirángatni az ő eredeti hármas megegyezésükből. Minden értelmezhető mérés szerint, meg hát többnyire újságírók, és ezt a parlamenti munkát figyelemmel kísérő érdekeltek véleménye szerint, a zöld frakció az jelentősen a tényleges parlament is újja fölött teljesít érdekérvényesítésben. Ugye ez az 50 fő, ez azért nem jelentős súly. Ugye nem 7,5% megfelelnek, hogyha jól számol valami ilyesmi. Na, miben tud ez érvényesülni? Tehát ez hol tud ez érvényesülni? Itt fog most áttérni, és akkor ez lesz az utolsó szakasz, arra, ami már jobban összefüggésbe hozható az ökopolitikával, ami a zöld politikának európai szinten, hát részben az áldása, részben az átka. Azok az ügyek, amivel a politika színpadára általában a 70-es évek végén, 80-as évek elején fellépő első nagy mozgalmak, amivel párttá váltak, azoknak a jelentős része bekerült Nyugat-Európában, hát az általánosan elfogadott horizontális ügyek közé. Nem speciális zöld ügyek már. A környezetvédelem már klasszikusan nem számít zöld ügynek, abban többé-kevésbé minden párt ugyanannyira érdekel. Nyilván aztán, amikor közvetlen konfliktus van, mondjuk ipari érdekek és környezetvédelmi érdekek, akkor ez változik, tehát akkor azért szétcsúszik egy kicsit jobban, de formálisan minden pártnak, minden programjában benne van egy csomó ilyen nagyon zöld dolog. Beleértve a megújuló energiaforrások támogatását is. Tehát van egy csomó ügy, amit úgy tudott belerakni a közbeszédbe, az európai közbeszédben és az európai politizálásban a zöld mozgalom, meg a zöld pártok, hogy az most már nem számít kifejezetten közvetlenül zöld, speciálisan zöld kérdésnek. Ez nagy eredmény, de természetesen az aztán politikai hátránnyá is válik, mert már nem azonosítják a választók sem ezzel feltétlenül a zöld pártokat. Nem ezt látják benne, mert ezt mindenki mondja. A nehézség az aztán abból adódik, hogy nagyon régóta nem tudott az európai zöld mozgalom általában egy ilyen könnyen beazonosítható ügyet felmutatni, amivel nagyon széles körben azonosítani tudnák a választók. Tehát egy ilyen technicista, nagyon jó szakemberekből álló, nagyon sok mindenhez értő, korrekt, tisztességes társaság, amit nem tudjuk, hogy mit akar. Ez az általános kép a német zöldekről is. Ez az általános kép a német
Magyarországon. Mert meg tudják mondani persze a választók, hogy ebben meg ebben persze aktívak, de nincs az a, az, az ügy, ami, aminek ilyen önmagában mozgósító ereje lenne, amire rácsatlakoznának, úgyhogy egyébként mit érdekel engem, hogy mit gondolnak amúgy a zsiráfokról, nem, nekem ez a fontos. Az antinukleáris mozgalom volt az utolsó ilyen 80-as évek második felében, ami egyértelműen hozzáköthető volt így a zöld pártpolitizáláshoz, meg a zöld politikai mozgalmakhoz. Azóta valójában nincs ilyen. És ezt én ugyan kritikának szánom, de nem úgy értem, hogy a zöld pártok, az enyémet is beleértve, ne tudnák magukról, hogy nekik mi a fontos, és őt mit tekintenek kifejezetten zöld ügynek, hanem arról van, hogy mit tud a választó ebből beazonosítani. Hogy ezzel hogyan lehetne segíteni, az egy nagyon összetett kérdés, és nem is tudom rá a választ. Most viszonyú nagy képűség lenne, hogyha én azt mondanám, hogy ó, hát erre van egy nagyon egyszerű válaszom, ez. Nem, tehát nem tudom, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. A legtöbb nagy politikai pártcsaládnak azért vannak ilyen beazonosítható területek, ami az övé. Amiben mi ugyan beleszólhatunk, meg hozzá tehetünk ezt, azt mellesleg egyébként a szociálpolitika is ilyen. Ezt egyértelműen a szocialista párttal azonosítják, aminek például az a hátránya, és ez a kihívás nekem, meg a társaimnak, akik ilyenekben utaznak a zöld frakcióban, hogy a szocialisták rendszeresen csak és kizárólag a hagyományos munkavállalókkal foglalkoznak. Nekik az a fontos, részben azért, mert az a politikai tradíciójuk, ott van a bázisuk, még mindig, vagy legalábbis a szimbolikus bázisuk, Nyugat-Európában az még mindig a szakszervezetek körül van, még a csökkenés a súlyuk. Tehát ők azzal foglalkoznak, ami a munkaügyi és szociálpolitikából a szakszervezeti tagokat érinti a leginkább. Az az ő irány. Ebben áttörést elérni, és elérni náluk is, hogy talán azért a szociálpolitikának az egyéb integrációs kérdéseivel is, mondjuk a munkaerőpiacról belépéssel, a munkaerőpiacról kiszorulókkal, a sajátos élethelyzetűekkel, akik valamilyen más munkaformában vesznek részt a munkaerőpiacon, hogy azzal is kéne legalább ennyit foglalkozni, nem beszélve a közvetlenül a szegénység ügyével, arra nehezebb megmozdítani őket, ezen próbálkozunk. Ilyen másrészt meg a másik területemen a védelem politika, az hagyományosan konzervatív ügy. Nem azért, hogy jobban értenek hozzá, a fenét értenek jobban hozzá, semmivel nem értenek hozzá jobban, csak ezzel azonosítják őket a választók, hogy ezzel is. Ez az egyik ügy, ami az övék. Kérdés? Ja, nem, csak ja. Majd hozzászok. Persze, barátság. Például Magyarországon egyértelműen elmosódnak ezek a megkülönböztetések, hogy a Jobbiknál is a baj belemegkeverődnek, a Fidesznél, az MSZP-nél is. Ez így igaz, ezt kellett volna ott mondanom, amikor ezt az általánosító megjegyzést tettem, hogy ugye a törvényhozásokban, az elosztási kérdésekben a bal jobb érvényesül. Ez Közép- és Kelet-Európára még mindig jóval kevésbé igaz. Egyébként már jobban, mint a 90-es évek elején. A 90-es évek elején teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy ezen a hagyományos bajok skálán hol helyezkednek el egyes pártok. Most is Magyarországon még mindig kiszámíthatatlanabb, mint más közép-kelet-európai országokban, de összességében Közép- és Kelet-Európában is ez még mindig kevésbé triviális, hogy kell a bajok skálát felállítani, mint Nyugat-Európában nagyon még részén. Hogy azért a zöldek azok nagyon színesek olyan tekintet, hogy itt aztán nem lehet rájuk mondani, hogy egyetemen egy liberális beállítottságú, vagy jobboldali, és hogy néha előfordul, hogy ti is először így leültök és megvitatjátok magatok közt, vagy ez ott tőle? Ez egy jó kérdés. A többi kérdés is jó volt, de ez eszembe se jutott, hogy erről beszélni kéne, pedig tényleg kell róla beszélni. Ugye általában a zöld pártok, az LMP-t is beleértve, több irányból találtak egymással. És ebben kétségben voltak
hagyományosan liberálisnak tekintett emberjogi ügyekkel foglalkozó aktivisták, hagyományos környezetvédelem zöld aktivistái, és ilyen, hát hogy is mondjam, regionalista, lokalista, átban konzervatív szemléletű szereplők. Tehát ez mind a három benne volt. Minden nagy zöld párt legalább egyszer szakadt. Általában egyébként ilyen emberi jogok versus lokalista álláspont körül, egy csomó esetben persze sokkal inkább volt személyi ügyek körül, mint bármi más, de volt egy-egy ilyen szakadás. Ennek ellenére minden zöld párt megőrzött ebből valamennyit. Nem véletlen, hogy a zöld frakció az egyetlen, amivel tényleg így jól szimbiózisban el tud lenni ez a kis regionalista csoport, akik a regionalista pártokból érkeznek. A meglepő az az, hogy annak ellenére, hogy azért ez egy viszonylag színes háttér, meg nem ennyire triviálisan beazonosítható, az a fajta felfogás, amit mi ökopolitikainak szeretünk tekinteni, az eléggé jelentősen jelen van a háttérben majdnem minden tagpárt, meg a beérkező frakciótag esetében. Azért nagyjából ugyanazt a nyelvet beszéljük. Ebből például az jön ki, hogy a zöld frakció az homogénebben szavaz, mint más frakciók. Sokkal. Van kiszavazás, de sokkal kevesebb a kiszavazás. Ezt nem tagállami parlamentekhez képest kell mérni, mert ahhoz képest persze nagyobb a kiszavazás az egyes frakciókban, mint amely egy jó bejáratott tagállami parlamenten elő szokott fordulni. De ezen meg nem kell csodálkozni, ez azért van, ami a kétdimenziós részét adja ennek az európai parlamenti politizálásnak, hogy hát tagállamokat is képviselők, és az korpus szűkösségbe tud kerülni, mint mondtam. És a végén a frakciónak formális fegyelmező ereje szinte semmi nincsen. Tehát ugye egy frakció megállapodott valamiben, hogy ez a szavazási magatartás, meg ez az álláspont, de semmilyen módon nem tudja kikényszeríteni a frakciótagokból, hogy úgy is szavazzanak, mert a végén az európai parlamenti képviselő karrierje az nem a frakció múlik, hanem a tagpártján, hogy a következő európai parlamenti választáson hol fog szerepelni a listán. Úgyhogy ezért valójában egyetlen szavazat sem kikényszeríthető ilyen értelemben az európai parlamentben a frakciók által, ezért sokkal nagyobb a kiszavazási hajlandóság, úgy általában, mint a tagállami parlament. Ezen belül a zöld frakció sokkal egységesebb és sokkal kevésbé szavaz ki, mint más nagyobb vagy kisebb frakciók is akár. Ennek ellenére vannak viták, tehát ez nyilván nem megy vita nélkül. Ezek között, a viták között vannak ilyen jellegzetesen bal-jobb típusú viták is. Gazdaságirányítási kérdésekben, ez ugye leginkább persze az eurozónán belüli gazdaságirányítás nagy kérdései körül forog, úgyhogy ebbe az a kevés közép-kelet-európai képviselő, aki most ott van a zöld frakcióban, hogy annyira nagy erővel vagy akkora nagy befolyással nem tud beleszólni, az általában úgy áll föl, nagyon leegyszerűsítve, hogy német-francia vita. Ők a két legnagyobb csoport egyébként a zöld frakcióban, és a harmadik legnagyobb a svédek. A viták elrendezésének viszont van egy ilyen zöld mozgalmakra, zöld politikára jellemző, sokkal inkább megbeszélés, meggyőzés alapú módja. Ez nagyon szimpatikus, van, amikor zavaró. Tehát van, amikor szeretné az ember, hogy már ne rágjuk tovább, elég volt, világosak az álláspontok, szavazzunk. Nem, akkor még mindig megyünk még két kört, vagy hát, ha még lehet jobban közelíteni az álláspontokat. De ugye ez a fajta, és ez a zöld mozgalomból ténylegesen onnan származó, és onnan örökölt, egy nagyon civil típusú vita lefolytatás és vita rendezés, hogy ne, ha lehet, ne szavazással döntsük el, hanem próbáljunk meggyőzés erejével valami épkézlel közös álláspontot kidolgozni, az jelen van. Ezért néha hosszadalmasak és fárasztóak tudnak lenni a frakciózések. Viszont kevesebb az olyan orbitozás, ami viszont az MPP-ben egyszeresen előfordul, nem ritkán magyar
képviselőtársaink okán. Mondjuk, plenárisan üvöltözik, de nem. Az EPP-ben a lengyel képviselők üvöltöznek a fideszesekkel. Az utolsó az kis hallatszott már a folyosón. Hát a lengyel határozat kapcsán most először fordult elő, állítólag ezt én nem tudom, nem néztem utána, hogy nem csak, hogy máshogy szavazott a Fidesz frakció, de egy külön sajtóközleményt adtak ki, amit a lengyel kollégáik meg jó páran az EPP-ből kifejezetten alpárinak tekintettek, és ezt nem üvöltözés volt a következő frakcióülésen. Ez nem belső információ, hanem kint van a sajtóban. Ilyen azért kevesebb van az ő frakcióban. Emeltek hangú vitát, hát abban nekem van szerencsém rendszeresen beleszaladni, vagy hát nagyon kevés volt, de azokban általában kénytelen voltam részt venni. Kénytelen voltál ordítani? Hát vagy ordítást kiváltani, hogy veszük, mert hogy én megörököltem a külügyi bizottság koordinátoraként sikerült nagyon ügyesen megszereznem az izraeli-palesztin ügyet, az az én kvázi felelősségi köröm. Ami hát egyrészt heves érzelmeket szokott kiváltani, másrészt meg érthető történelmi okokból ott nagyon más a német zöldek álláspontja, mint majdnem bárki másé. Németországban nem lehet semmi olyasmivel előállni nyilván, nagy nyilvánosság előtt, ami csak nagyon halványan és Izrael ellenesként lenne értelmezhető, az azonnal antiszemitára fordítódik le. És ez. Tehát ez nekik belső politikai kényszer, hogy ilyenekbe, ha lehetne, fussanak bele, mert akkor otthon csesztetni fogják őket. De hát én meg nem tudok olyan álláspontot elfoglalni, amiben mindig közvetlenül Izrael barát, mert az meg hát masszívan méltánytalan lenne a világgal szemben. És hát ilyenkor azért vannak élesebb viták, de ehhez meg már szokva vannak. Tehát ez mindenki tudja, hogy ja Istenem, megint Izrael-Palesztin. és ennek is van aztán békés lezárási módja. Úgy is tudjuk előre, hogy ilyenkor, ha nagyon nem bírnak a szöveggel azonosulni, akkor tartózkodni fognak, és rendben van, nem múlik rajta semmi. Persze, soha nem is harcoltam azért, hogy mindenképpen egységes álláspont legyen az ő frakcióban ebben az ügyben. De hát ugye nekik ott adott esetben mondatok vagy jelzők is számítanak a saját politikai kontextusukban. Amire mondom, nem károsztatom őket, nem gondolom azt, hogy ebben elfogultak lennének feltétlenül az egyik ügy irányába, hanem egyszerűen más az a politikai közeg, amiben nekik meg kell szólalniuk, és egy-egy ilyen jelzőn elrágódik a saját nagy közönségük, aztán hetekig, és az egy adott esetben lehet, hogy nem hiányzik nekik. Ahogy nekem nem hiányzik az, amikor magyar ügyeken úgy rágódnak, aminek nincsen közvetlenül lefordítható értelme. Tehát amikor azért az rendszeresen előfordul, hogy különböző ilyen fél információk alapján elkezdenek újra és újra meggyőződni arra, hogy a magyar kormány masszívan antiszemita. És hát az igaz, hogy ez formálisan nem igaz. Darabra személyenként se nagyon gondolom, de nem látok bele így a fejükbe, de formálisan egészen biztosan nem igaz. És ugye én ezt úgy látom ott helyben, hogy ez egyszerűen hiteltelenítés rontja az álláspontnak az érvényesíthetőségét, de nagyon könnyű lesz kikezdeni. És akkor ilyenekkel meg én görcsölök. De ennek mondom van viszonylag hatékony, és egyébként nagyon civilizált lezárási módja, még nem fordult elő olyan, hogy nem ismerek olyan, a frakcióban olyan frakciótagokat, akik ne beszélnének egymással. Minden más frakcióból tudok olyan párost, akikről tudom, hogy nem állnak szóba egymással. És én akkor most be is fogom fejezni, hogyha ez eddig értelmezhető volt nektek, és akkor még minden beleszorult kérdést, meg kommentárt. Itt az alkalom megint. Én egy egyéni szociális problémával kapcsolatban szeretném kérdezni. Írok egy tanulmányt, Európai Uniós téma, azon belül is én az
agrárpolitikát választottam, és az állatjóléti és állatvédelmi szempontból a nagyüzemi állattartás aspektusában, és arra gondoltam, hogy kutatásként talán arról írnék, hogy megkérdezni néhány telephelyet, hogy mennyire bonyolult-e átültetni az uniós irányelveket a működésbe, és hogy talán milyen politikákat lehetne kidolgozni, amik ösztönözzék őket, hogy betartsák ezeket az állatjóléti szempontokat, hogy ez jó téma szerinted? Vagy milyen ötletek? Ez egy jó téma, ennek szerintem van elég jelentős irodalma egyébként odakint. Hát én ezzel nem foglalkozom közvetlenül, mert nem az én bizottságaim, ebben általában nem érintettek. Mert azért a tanárom azt mondta, hogy az Intergroups-ban ezek az állatvédők szép száma vannak, és hogy velük érdemes beszélni, de egyrészt nincs magyar, nem tudom miért, lehet, hogy ennek is érdemes utána járni, másfelől nem hiszem, hogy azok szóba állnának velem. Hát ha meg tudod mondani, tehát ha be tudod azonosítani, hogy kivel szeretnél beszélni, akkor én ebben szívesen segítek, tehát ezt nem összekötlek. Az nem gond, de én nem tudom fejből, hogy ezek valójában kicsodák, utána tudok nézni esetleg, hogy a frakcióban ki a... Azt nem, hogy a frakció szakértők közül ki az, aki állatvédelemmel is foglalkozik, de ha politikus kell, akkor azt, hát akkor azt le kell vadászni, tehát hogy kit szeretnél, és ezt szívesen összekötlek vele, persze semmi akadály nincsen. És akkor maradjon ez a témán. Ez szerintem, szerintem ez jó téma, mert hát ugye ebben van egy csomó olyan elem, ami ilyen érzelmeket felkavaró módon szimbolikussá tud válni, és akkor tényleg média figyelmet is kap. A Magyar Divamány például ezeket szerepel. Egyébként meg benne van az a nagy általános és fontos kérdés, hogy érvényesíthetőek-e azok az irányelvek, amikhez nem tartoznak ilyen szigorú kikényszerítési eszközök, és hogy az mi kell, hogy azok érvényre jussanak. Persze, hogy ez egy érdekes kérdés. Úgyhogy szívesen parancsolom. Elhittetted, hogy a nukleáris energia volt az anno, ami így teljesen zöldnek tekinthető probléma volt, és most az atomenergia fejlesztés, ez nem egy olyan ügy, ami teljesen de hogy nem ott van, de akkor félreérthető voltam, ez fontos. Ez nem azt jelenti, hogy ez a zöld pártoknak, meg a zöld mozgalomnak ne lenne fontos, hanem hogy már nem az a helyzet, hogy mindenki más a másik oldalon van, mint a 80-as években. Hát különösen Fukushima után, ebben tényleg lényegesen megváltozott egyébként a közhangulat is. Tehát nem csak arról van szó, hogy hát egyrészt az alternatív energia ellátási lehetőségeknek a drámai technológiai fejlődésével, ugye már régen nem triviális, hogy az a legolcsóbb energia termelési forma. Másrészt meg hát ennek a biztonsága is sokkal erősebben kérdésessé vált, mint korábban bármikor, úgyhogy ez még mindig a zöldek számára az egyik legfontosabb kérdés. Egyrészt már nincs akkora ellenállás, másrészt meg sok más szereplő is azt gondolja, hogy hát igen, ettől el kéne szakadni. Ugye amikor Németország fogja magát, és hát ez kicsit nagyon az a kancellár egyik napra a másikra gondolta meg magát, és úgy dönt, hogy bezárja a nukleáris erőműveit, és közben egy nagy koalíció kormányoz, akkor erre már nem lehet azt mondani, hogy ilyen értelemben ez egy zöldekkel azonosítható ügy. Magyarországon még mindig más a helyzet, tehát az igaz, hogy azért ez tagállamokért is tud változni. Itt most egyelőre nem látok semmiféle értelmes, könnyen azonosítható szövetségest az LMP mellett, aki azt mondaná, hogy persze úgy, ahogy van, ezt elvi és gazdasági és klímavédelmi és minden egyéb energiabiztonsági okokból. Tehát, hogy minden ellene szól ezt ebben a pillanatban, talán csak az LMP mondja. És a kommunikáció például ilyen ismertett tévécsatornán folytatott kommunikáció, ez miért nem működik? Mert az ismertek tévécsatornák ebben nem érdekeltek. Uh-huh. Én nem tudom elképzelni, hogy lenne olyan vita, amire mi ne lennénk hajlandóak bárhova elmenni.
nem nagyon hajlandóak szervezni ilyen vitákat. De hát ez egyébként a hivatalosan ellenzékinek számító médiában is így van. Nem érdekeltek benne, és ezért nehezebb ebben ilyen szintű nagy médiában is értelmezhető megszólalást generálni. Ehhez kellenek ezek a parlamenti gyakorlatok, parlamenti eszközök. Az üti át a média inger küszöbét, nem azért, mert a nukleáris kérdések iránt érdeklődnének, hanem mert akkor annak van valami ilyen minimális botrány értéke. Úgyhogy nehéz. Magyarországon ez nehéz. Még mindig rendszeresen hallom vissza ezeket a masszívan hibás, teljesen triviálisan, bizonyíthatóan hamis pro-nukleáris érveket. És hát tényleg valamikor az ember teljesen ilyen elképed, és akkor megáll benne ez a formálogikai szerkezet, hogy most mi történt? Tehát amikor egyszerre mondja azt egyébként nem kampánypolitikus, nem parlamenti szószékről ágáló szakértőnek számító illető, hogy ugye hát az a baj, hogy még nem tartott a technológia, hogy a megújuló energia forrásokból termelt elektromos energiát rendesen tárolni lehessen. Két mondattal később jutunk el oda, hogy az, hogy mi történik a nukleáris termelés hulladékával, az egyszerűen az egy technikai kérdés, amit majd megoldom a tudomány. Csak hogy állok és nézek ki a fejemről, hogy most mi történt? Tehát, hogy ténylegesen azokat a tároló kapacitásokat nem tudjuk fejleszteni, mert egyébként már most sem igaz. Tehát, hogy az elképzelhetetlen az a technológiai változás, hogy nagyobb hatékonyságúak legyenek az elektromos energia tároló cellák, de annál semmi sem triviálisabb, mint hogy mit kell csinálni a nukleáris hulladék, az majd megoldja a tudomány. És ezekkel a fajta ellenmondásokkal szemben az ember, amíg nincs ilyenfajta nagy érzelmi áttörés, hogy emberek, ez marhaság, ezzel az ember tehetetlen. Mert én hiába mutatok rá, hogy hát vagy az egyik, vagy a másik. Tehát, ha annyira tetszik hinni a tudományban, akkor azt is higgyük el, hogy esetleg az elektromos energia tárolása is megoldható, vagy ha nem tetszik hinni a tudományban, akkor megismerjük fel, hogy probléma az, hogy mi csinálunk a nukleáris hulladékkal. De ezek még mindig nem ezen a szinten vannak Magyarországon. Máshol sem, Kelet- és Dél-Kelet-Európában. De én azt gondolom, hogy az idő után meg fog azért változni. És akár csak reklámok terén, hogyha ennek lehet az, hogy szerintem csináltunk is. Nem lehetséges, szóval nem csináltunk, mert csináltunk boksos reklámokat. Tehát ezek nem nagy tévékben jönnek le, ugye? Hát ezek közösségi média terjesztésben zajlanak, mert a nagy tévéket ugye nem érdekli. Most rendben volt a taksos vitája a topikusnak. Interneten megtaláltam. A pakjén. Igen, de kérdésed volt. Igen, igen. Csak rátalálom. Én azt kérdezem, hogy te belülről hogy látod az EU hosszabb távú jövőjét? Tehát egyrészt ugye van egy Brexit, másrészt valaki megcsatlakozni akar. Szerinted 100 év múlva mondjuk, hogy fog kinézni ez a valami? Hát ez 100 évre nem vállalnék felelősséget. Tudom, meg is ilyen felelősséget vállalni. Szerencsére nem leszek itt, hogy számon kérni lássam. Azért már én... Jó, ez azzal a vallomással kell kezdenem, hogy én egyébként alkatilag optimista vagyok. Tehát ezt én így születtem, ezzel nincs mit tenni, ez egy adottság. Nem mindig gyümölcsöző egyébként, de tehát ez nem rajtam múlik, ez így van, így születtem. Úgyhogy én hajlamos vagyok zűrösebb, bonyolultabb ügyekben is inkább lehetőségeket látni, mint katasztrófa forgatókönyvekre fogadni. És ezzel együtt is azt gondolom, hogy most már elég jó érvek állnak a rendelkezésemre ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy az Európa szétesése, itt áll a küszöbön típusú forgatókönyvek, azt gondolom, hogy azok egyszerűen valószínűtlenek, most már teljesen valószínűtlenek. Ezt ilyen társadalomtudományi sapkámban is mondanám, tehát ez nem a
politikusi énem, nem is az abszolút optimista hozzáállásom, hanem én azt gondolom, hogy ez a hullám, ez lecsengőben van, ami arról szól, hogy hú, küszöbön áll az Európai Unió szétesése. Ennek több különböző oka van, és ebből nem következik az, hogy ebből mindenképpen nagyon jól jön ki aztán az Európai Unió, mint intézményrendszer. De a szétesés az szerintem valószínűtlen. Egyrészt azért, mert ahogyan ez az intézményrendszer, ahogy ezt kitalálták, és ahogy ez működött, az most nagyon leegyszerűsítve azt ilyen kedvező időjárási viszonyokra találták ki. És ez a kedvező időjárási viszonyok között nagyon jól elketyeg. Tehát amikor nem érik jelentősebb kihívások, akkor az a ilyen, hát kicsit össze-vissza intézményrendszer, ahogyan ez létrejött, belejött fel a szerződést is, az úgy elég jónak tűnt, meg elégnek, meg hát hogy el fog menni. Az kétségtelen, hogy ami történt nagyjából 2008-2009 óta, az egy, hát egy ilyen feszültségteszt, egy ilyen stresszteszt, amin keresztül ment az Európai Unió, de szerintem keresztül ment rajta. És ebből az következik, hogy egyrészt, ha ez alatt a nyomás alatt nem esett szét, ami először a pénzügyi válság, aztán Oroszország, aztán harmadrészt a migráció, ha ez alatt nem esett szét, akkor már egyrészt kisebb az esélye, hogy szétessen. Főleg azért, mert hogy teljesen nyilvánvalóvá vált, nagyon széles érdeklődő közönség előtt, és nem csak politikusoknak, vagy nem csak szakpolitikusoknak, hogy ezeknek a kihívásoknak a döntő többsége, vagy ezeknek a kockázatoknak a döntő többsége olyan, amire egyszerűen értelmetlen tagállami szintű választ keresni, mert nincs. Ami éppen ezért, amikor ez a belátás megvan, onnantól kezdve ez a nyomás nem a szétforgácsolódás irányába hat, mert egy csomóan belátják, hogy azzal nem fogunk jobban járni. Sőt, senki se fog jobban járni, se az, aki kiszakad belőle, se az, aki benne marad. Ebből jó esetben, és ez az optimista forgatókönyv, az következik, hogy végre ezt a hihetetlen óvatoskodást az Európai Unió intézményi reformjával kapcsolatban ezt el fogják veszíteni ebben is érdekelt politikusok. Még két évvel ezelőtt is, de mit tudom, pláne még 2014-ben a kampányban volt szerencsém párszor elmondani, hogy muszáj, tehát nem fogja tudni megúszni az Európai Unió szerződésmódosítás nélkül. Nem lehet, mert olyan ilyen alkotmányos anomáliák vannak benne, amiket egyszerűen nem lehet hosszú távon fenntartani. Az akkor még teljesen ilyen elképzelhetetlen, elfogadhatatlan. Nem lehet, ki se lehet nyitni a kérdést, mert jönnek az euroszkeptikusok és szétverik az egészet, típusú válasz volt mindenhonnan. Most már nem ezt a választ kapom rendszeresen, és hát vannak olyan ügyek, amik egyébként például pont az európai közös kül- és védelem politikában, amik miatt szükség lesz a szerződés módosításra, meg a gazdaságirányítás. Hát az eurózónán belüli átszervezése, de azon túli része is olyanok, amik egyszerűen szerződésmódosítást igényelnek. Hogy egy nagyon egyszerű dolgot mondjak, amikkel az Európai Központi Bank foglalkozik, amelyik most már ezekkel az eurókötvényekkel úgynevezett, hogy mondják magyarul, a lender of last resortot, aki az utolsó felelősségvállaló a kötvényekért. Ez egy olyan funkció, amivel az Európai Központi Bank a szerződések szerint nem rendelkezik. De nem lehetne ilyen funkciója, mégis ezt csinálja. Ebben a pillanatban az Európai Központi Bank az európai szerződések ellentétesen működik ebben az ügyben. És van még egy pár ilyen ennél kisebb horderejű kérdés, ami miatt egyszerűen technikailag is szükséges a szerződések kinyitása és módosítása, de szerintem most már elment a dolog odáig, hogy a politikai ellenállás is csökken az ebben érdekeltektől. Tehát az én várakozásom az az, hogy a következő európai parlamenti ciklus idején már lesz valami, amit vagy egy nagyon konkrét előkészület, vagy tényleges szerződésmódosítás. Ebben én azt gondolnám, hogy ebből az Európai Unió akkor tud a legjobban kijönni egyébként. Nem biztos, hogy akkor, hogyha szerintem ideális intézményi szerkezetet fogadják el, de hogyha olyan eljárásban hajlandóak ezt végrehajtani, ami maximálisan transzparens és minél nagyobb részvételt tesz lehető, és erre is van már fogékonyság.
Ha ez megtörténik, akkor még lehet, hogy még mindig féloldalas lesz az intézményi szerkezete, de egész más lesz a legitimációja, egész más dolgokkal fog tudni ilyen új lendülettel foglalkozni. Úgyhogy én ebben a részben optimista vagyok. Hogy Magyarország ezzel hogy jár, az egy teljesen másik kérdés. Nagyon könnyen lehet, hogy rosszabbul. Ez részben azért van, mert hát kiszorulunk ebben a kétsebességes rendszerben, az első sebességben nem fogunk beleférni jelenlegi állapotunkban semmilyen körülmények között. Ami azt fogja jelenteni, csak hát ez nem lehet nagyon könnyen átláthatóvá tenni a választó számára, tehát nem olyasmi, amit két percben tényleg el lehet értelmesen, hogy ez miért fontos ez valójában. De azt fogja jelenteni, hogy a magyar gazdaságpolitikát érintő alapvető kérdések úgy fognak máshol eldőlni, hogy abban semmiféle beleszólása nem lesz a magyar kormány. Semmi. Nulla. És ez nem egy nagyon jó helyzet. Tehát az sokkal nagyobb gazdaságpolitikai kiszolgáltatottság, mint a jelenlegi. Ami most is viszonylag magas, csak miután viszonylag jól működik azért ez az európai gazdaság. Gyöngébben, mint kellene, meg masszívan igazságtalan még mindig, mert hogy nem tartozik hozzá rendes fiskális politika, nem tartoznak hozzá európai szintű transzferek, amik kellenének. De ehhez képest még mindig nem feltűnő, mert még mindig nyertesei vagyunk legalább a kohéziós alapokon keresztül a nettó európai transzfereknek. Ez nem biztos, hogy teljesen így marad. És még a gazdaságpolitikai döntési szabadságát sem fogja tudni megőrizni a kormány. Hiába őrzi meg a valutáját ennek az országnak. Úgyhogy ebből egy darabig rosszabbul fogunk kijönni, most ezt jósolnám. Ennek viszont lehet egy ilyen, hát közvetett talán pszichológiai, de szerintem olyan fajta előnye, ezek a lélektani elemek aztán fontosak tudnak lenni a politikában. Azt gondolom, hogy lesz olyan előnye, hogy megint összeállhat egy viszonylag széles konszenzus arról, hogy mit kéne ennek az országnak elérnie, hova akar eljutni. És ilyen az Európai Uniós csatlakozás után nem volt több, megszűnt. Ugye az, hogy mit akar Magyarország, mire való ez az ország, mit érdemes miért csinálnia, az eddig a 90-es évek elejétől volt egy ilyen nagy, széles konszenzus arról, hogy a nyugati integrációs formák mindegyikében részt akarunk venni, pont. Ebben masszív teljes egyetértés volt, egyébként a te politikai támogatottság is elképesztően magas volt folyamatosan a 90-es években. Ugye ezután megszűnt ez a minimális konszenzus is, mert már benne voltunk mindenben, ahova tartozás már így nem volt kérdés, akkor mit kéne csinálni ezzel az országgal, azért hirtelen nem volt benne semmiféle értelmezhető konszenzus. Ez megint egy ilyen pont, ami tud ilyen konszenzus teremteni, hát hogy oda kéne valahogy eljutni, hogy ne másodvonalbeli tagjai legyünk az Európai Uniónak. És ez egy szép, jelentős, komoly feladat lesz a következő 10 évben legalább. Tehát még csak az sem, hogy ez egyszerű szimbolikus kérdés, ebben komoly tennivalói lesznek a magyar államnak, hogyha ebben aztán meg tudnak egyezni a politikai részvevők. Úgyhogy ez lenne a középtávú jóslatom, hogy ez most jó vagy rossz, azt nehezen tudom megítélni összességében, de jobb, mint a szétesés, nem már vagyunk egyébként. Harancsony. Te hogy kommunikálod az LMP-vel például a bizottság által beterjesztett határozatokat, vagy hogyha a parlamenten belül bizottságban meg kell vitatni valamit, akkor hogy működik a kétoldalú kommunikáció saját pártod és közt? Hát ez nagyon nehezen, az nem csak nálam működik nagyon nehezen, az másoknál is nagyon nehezen működik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nagyon más a sebessége a két parlament működésének. Tehát én dolgoztam az LMP frakció mellett így szakértőként így 2010-től kezdve folyamatosan, tehát elég jól éreztem azt, hogy mi egy ilyen fajta döntés előkészítésnek az üteme, meg mi kell hozzá. Azért az
egy hetesnél rövidebb ciklus nagyon ritkán tud lenni. Hát néha bekerül egy-egy, nem nagyon ritkán bekerülnek sürgősséggel tárgyalt ügyek, és ezek között vannak aztán jelentősek is, és akkor az viszonylag gyors. De egy csomó esetben arról van szó, hogy onnantól kezdve, hogy én látok egy konkrét szöveget, amiről majd valamilyen módon dönteni kell, odáig, hogy nekem tudni több idő 48 óránál. És ez nagyon kevés ahhoz, hogy ilyen hosszadalmas egyeztetésekbe menjen bele az ember. Tehát általában ilyen mellett a szakpolitikai részében magamra vagyok utalva, ami hát nem egy drámai dolog, mert az Európai Parlamenti Képviselőnek komoly erőforrásai vannak arra, hogy ilyen szakpolitikai ügyekben tájékozódjon meg, meg szakértői véleményeket szedjen össze. Hát az éles politikai kérdésekben persze más, ott nyilván ott érdekes az a 48 óra is, az is elég hozzá. De mondjuk, hogyha én vagyok a jelentéstevője, vagy mondjuk csak árnyék jelentéstevője vagyunk egy olyat, az albán ügynek, ami azt jelenti, hogy a tagfelvételre váró országokról évente kiad egy jelentést a bizottság, és aztán a parlament azt megvitatja, és azt kialakítja a saját álláspontját. Onnantól kezdve, hogy ez elérhető, odáig, hogy nekem be kell menni tárgyalni tényleges szövegekről, és be kell adni a módosítókat, hát az a 4-5 nap. Ezt csomó esetben ugyan kiközvetítem az LMP-nek, de nem is nagyon várom, hogy erre érdembeli válasz jöjjön, mert nem olyan, ami közvetlenül foglalkoztatja a frakciót. És ez van. Tehát ez baj egyébként. Tehát ez másoknak sem működik sokkal jobban. Nagyon nehéz rendesen összeilleszteni az európai törvényhozási munkát a tagállami parlamenti törvényhozási munkával, mert elég más típusú dolgok vannak, és hát egy csomó esetben nincs közvetlen relevanciája a hazai parlamenti munkára. És akkor nagyon nehéz azért erőforrást azt kérni, hogy akkor mondjanak el erőforrást, és foglalkozzanak ezzel, hozzanak volna politikai döntést, halott, hát annyira nem jelentős a magyar parlament. Például egy ilyen albán ügyről a végén lesz egy valami magyar parlamenti határozat, hogy támogatja. Aztán jó. Tehát van, itt vannak hiányosságok, de nem is működtethető könnyen. Aztán hát nagy, jelentősebb ügyekben persze. Ezt a folyamatos egyeztetést. Kevés olyan dolog van, amiben az lenne várható amúgy is, hogy hát nem nagyon értenénk egyet. Azért ez tehát az én pártom nagyon sok esetben masszívan ugyanaz az álláspontom van, mint ami egyébként az zöld frakcióban is a többségi álláspont. Tehát ilyen fajta fogja, az kevés van. Az ilyen tényleg fel a kommunikációját a kapcsán az orosz hitelekre, és ezzel megszólítva minél szélesebb választórétegét? Hát próbálkoztunk ezzel az oldalával is a dolognak elég jelentősen. Sőt, szerintem ezt mi sokkal jobban hangsúlyoztuk, mint bárki más. Ennek sem lehet. Nehéz megmondani, hogy ennek mi az eredménye. Tehát ilyen látványos politikai áthütő ereje nem lett, ez világos. Tehát ha ezt abban mérem, hogy most ezt akár LMP támogatottság, akár a Paks 2-től kialakított általános álláspont, hogy ez jó az országnak, vagy nem jó az országnak, az kevésbé mozdult el, mint az ember azt várná, amikor egy ilyen kampányt kitalál. De hogy azt szerintem sikerült beépíteni a köztudatba, hogy ez is része a problémának. Hogy ez nem egyszerűen, tehát nem csak, hogy egy klasszikus nukleáris energiabiztonsági és az összes ehhez kapcsolódó fenntarthatósági kérdéssel kapcsolatban levő ügy, hanem még szuverenitási is, arról nem is beszélve, hogy az évszázad legrosszabb üzlete minden valószínűség szerint, amit sikerült ennek a kormánynak megkötnie. És hát ez is egy csomó esetben annyira triviális volt az első pillanattól kezdve, vagy nagyon nem is érthető, hogy hogyan, hogy mit kéne még ezen magyarázni.
De hát persze tudjuk, hogy mi történik, ugye az a baj, hogy ebben a média térben semmi más nem látszik, csak amiről éppen a kormány úgy dönt, hogy a propaganda céljainak az felelnek. Ez ennyire egyszerű. Tehát amikor a megyei lapok kettő kivételével a kormány kezében vannak, amikor a kereskedelmi média jelentős részére közvetlen befolyásuk van, akkor ebben nem nagyon lehet azt várni, hogy fú, de gyorsan rájönnek arra, hogy mégiscsak valami felvilágosítást is kéne nyújtaniuk közszolgálati alapon. Ez nem történik meg. Pedig hát akkor ezt ilyenekkel lehetne kezdeni, hogy olyanokat kérdezzen meg egy riporter ebben az ügyben például, hogy azt hogyan tetszik pontosan gondolni, hogy amikor abban a fázisban, amikor a négy blokk egyszerre fog működni, mert van egy ilyen fázis ebben a tervezett szakaszban, amikor masszív energiatöbletet, elektromos energiatöbletet fog termelni az a négy blokk a reaktorban, akkor azt hova tetszik gondolni eladni? Tehát az volt az egyik ilyen selling point, ez az egyik eladási pontja a dolgok. Fú, nagy elektromos energia exportőrök leszünk. Vagy azt is lehetne kommunikálni a választók felé, még hogyha nem is igaz, most ez a politikában nem olyan nagy dolog, hogy nem adunk igazat, hogy nekem mennyire... Ne, nekem igen. Én nem hiszek ilyenben, de... Hogy mennyivel több rezsit kell majd fizetned, ha ez megvalósul, ezzel is talán meg lehetne szólítani őket. Mert hogy a környezetvédelmi szempontokból nem, az nem érdekel senki. Tehát az nem igaz, hogy a környezetvédelmi szempontok nem érdekelnek senkit. Hát jó, én nem gondolom azt, hogy érdemes erről nagyon vadakat állítani. Éppen azért, mert ebben a média túlsúlyban egy olyan állítás, ami rendkívül egyszerűen cáfolható, vagy rendkívül egyszerűen elterelhető, az nem ér semmit. Mert vagy cáfolják, vagy egyszerűen elhallgatják, és kész. Tehát bizonyos értelemben ez megint az optimista lelkem, hogy az ilyen periférikus média helyzetben az ember rá van kényszerülve arra, hogy igazat mondjon, mert az az egy, amit rendesen meg tud védeni akkor is, hogyha megpróbálják megcáfolni. De legyen nincs igazatmondás, vagyis kevésség? Hát ez kétségtelen. Most is az fog valószínűleg történni, hogy ha tartok egy sajtótájékoztatót, ott lesz mondjuk két tévéből, egyik az Echo TV lesz, egy valószínűség szerint. És nekem ebből az a maximális célom, hogy legyen egy kezemben megszámlálható ember, aki hajlandó elgondolkozni azon, amit mondok. És az már siker. Ez ebben a közegben az már siker. Ennél vérmesebb reményeket nem fűz az ember az ilyen közvetlen hatáshoz. Ez persze egy tényleges választási kampányban más lesz. Tehát ez meg fog változni. Tényleges választási kampány, vagy tényleges kampány helyzetben lehet egy csomó mindent csinálni, amit egyébként azon kívül nagyon nehéz. Egyszerűen azért, mert amint beindul ez az üzem, amit választási kampánynak hívunk, akkor sokkal érdekesebbek lesznek egyik pillanatra a másikra a pártok a média számára, mert önmagában az a hír, hogy kampány van. Abban egy csomó minden jobban azért nagyobb erővel tud átvenni, mint máskor. Az nem fog ezen változtatni természetesen, hogy az M1 híradóban hát ilyen megcsonkolt szövegekkel soha el nem hangzott álláspontok fognak megjelenni. Ez nyilván nem fog változni, de akkor az több mindent tudja ellensúlyozni. Így választási kampány hiány, tehát amikor még nem él abban a magyar média, hogy egyébként választásokra készülünk, hanem csak a szokásos propaganda tevékenységét végzi, akkor ezekből nagyon nehéz valamit kihozni, de ezzel én nem mentegetőzni akarok, valószínűleg ezt lehetne jobban is csinálni. Nem értek eléggé ahhoz, hogy meg tudjam mondani, hogy hogyan kell jobban csinálni. Ez egy szakma, tehát ez érteni kell, nem az én szakmám. Még kérdés? Hát akkor nagyon szépen köszönöm, és bocsánat, hogy beszéltem a hasatokban. Köszönöm szépen.